Dicsőség az Úrnak, hogy összejöhetünk, hálás vagyok, hogy élünk, nagy kincs az élet, és jó dolog, hogy egybe lehetünk, és összegyülekezhetünk, és jó ezt kihasználni, mert nem tudni, hogy meddig lehet ezt megtenni, olyan gyorsan halad ez a történelem előre olyan gyorsan mennek előre a kerekei, hogy lehet látni, hogy szinte napról napra sok minden változik, és ezért nagyon jó dolog az, hogy amíg tartama, addig kell megragadni a lehetőséget, és dicsőség az Úrnak, hogy Isten még ad lehetőséget. Tudjátok, ami nekünk itt teljesen hétköznapi és teljesen természetes, hogy Jézus nevében éneklünk és összejövünk, az tőlünk néhány ezer kilométerre egyáltalán nem természetes, és e, egyáltalán nem magától értetődik. Úgyhogy e, amikor azt keresed, hogy miért tudsz hálát adni, azt jobb, ha ma megragadod, mert lehet, hogy már később e, nehéz lesz. És ezért legyünk úgy az Isten igével kapcsolatban, hogy ami ma hullik, azt ragadjuk meg. És Isten nagyon kegyelmet, hogy. Minél tovább hújjon az ő igéje, és érjen el nagyon-nagyon-nagyon sok embert. Tíz parancsolatról soros sorozatot szeretném folytatni, és ma a, egy kicsit horror lesz az összejövettel a gyilkolásról, szeretnék beszélni az embergyilkosokról, a neői parancsolatról szeretnék néhány szót szólni, olyan, egyszerűen elintézik ezt ma keresztények, ugye ez az egyik legrövidebb parancsolat, aztán van még a ne lopj, a ne hogy az majd, ha Isten úgy akarja, akkor jövő héten jön, ami ugye eredeti for... üzdelmet, hogy ilyen technikai eszközökért harcolni, stb., de úgy látom, hogy elő kell venni ezt a fajta, ö, fajta dolgot. Újra hallható a hang, ugye? Megjött a hang, dicsőség az úrnak. <kül> Tehát... Ö, Fontos, hogy megragadjuk minden napot, és hogy ne engedjük leesni az Istennek az igéjét a szívünkbe és a lelkünkbe. Ahogy ma tanulmányoztam a neői parancsolatot, és talán két parancsolat a tíz parancsolatból, amit elég sokan ismernek, a neői és a nelop és a ne paráználkodjat, azt azért szeretik az emberek, mert fogalmuk sincs az, hogy mit jelent az, hogy paráználkodni, és az egyház is úgy van vele, hogy a paráznaságban minden belefér, ezért majd jövő héten, ha ezzel folytatom, akkor elárulom nektek, hogy az eredeti fordításban nem is azt jelenti, nem is a hogy szó van, hanem ne törj házasságot. Tehát így mindjárt érthetőbb a fordítás. A paráznalkodás egy olyan szó, amit természetesen mi keresztények már értünk, mert mindenféle, ha, ha nem tudnak mást mondani, akkor azt mondják, hogy parázna vagy. Tehát ez egy érthető szó, de, de, de az eredeti jelentése az azt jelenti, hogy ne tör házasságot, de erről majd jövő héten, ma, ez a rövid kis parancsolat, a ne őiről szeretnék beszélni. Ugye most értettem meg, hogy a tíz parancsolat, és uh, Jézus Krisztus evangéliuma mindegyik a jelenések könyvére mutat, nem véletlenül a jelenések könyvének a szerzője Jézus Krisztus. Tudjátok, minden könyvnél oda van írva, hogy ki a szerzője, legalábbis a legtöbb könyvnél, és a jelenések könyvénél a Szentlélek uh, fontosnak tartotta kihangsúlyozni, hogy Jézus Krisztus a szerzője, mert a jelenések könyve Aminek ugye eléggé benne vagyunk, most majd a hét pecsét fog következni a legközelebbi alkalmon, a hét pecsétnek a föltörése, meg jönnek majd a lovasok, tehát most kezd majd izgalmas lenni a, 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 a történet, de. Egy nagyon fontos dolog van, hogy ugye a, jelenések könyvének, ha, ha elvonatkoztatsz és nem mélyülsz el abba a 400 ezer fajta lovas magyarázatba, abba a 400 fajta kiül a lovon, mit tart a kezébe, mikor jön vissza, ú, testvérek, ezen a lovon, ezen a négy lovon, a fehéren, a feketén, a vörösön, meg a halottságen, ezen már annyian ültek, hogyha ez mind ráfér erre a lóra, akkor ezek a lovak meg fognak dögleni idő előtt, el se tudnak indulni, mert ennyi ember nem fér rá. Tehát ezeket majd meg fogjuk nézni, de ha ezektől mind elvonatkoztatunk, akkor mindjárt a jelenések könyvébe leszögezi a Biblia, hogy, hogy a könyv azért íródott, hogy célba érjünk, és a könyv azért íródott, hogy győztesek legyünk. Ugye, mert ki ér célba, aki győz a jelenések olvasuk olvasjuk, az mindent visz, az mindent nyer. És ezért ugye ahhoz, hogy győzni tudjunk, ahhoz viszont egy óriási támaszunk a tíz parancsolat, az emberiségnek az erkölcsi tervrajza, hogyha valaki azt hiszi, hogy ez csak a zsidóságnak iratott, és közben figyeli a zsidóságot, hogy hogyan és mind bibelődik ezzel a tíz parancsolattal, akkor nagyon benézi az eseményeket, mert ahogy elmondtam, ha a zsidóságnak íródott, akkor mi testvéreim nyugodtan ölhetünk. Ha ez a zsidóságnak iratott, akkor mi nyugodtan lophatunk. Ha ez az időságnak iratott, akkor nekem teljesen mindegy, hogy milyen Isten tisztelek és imádok. Ha ez mind így van, akkor még a keresztények közül is csak azok lesznek szerencsések, akik éppen keresztény zsidók. Mert ha csak sima mezitlábas keresztények, akkor ők kellemetlen helyzetbe kerülnek, ha nem vonatkozna rájuk ez is. Illetve bármit megtehetnek. Ezért nagyon fontos, hogy a tíz parancsolat, az emberiség erkölcsi tervrajza, ahhoz segít bennünket hozzá, hogy a jelenések könyve tele van a fehér ruhával. A fehér ruha, az a megszentelődésnek a kérdését feszegeti, és azt mondja, hogy a megtérés mellé párosítanunk kell megszentelődést is. A kereszténység és a zsidóság is mindig azon a ponton torpant meg, hogy az Istenek az elfogadását még benyelte, azt még valahogy lenyelte, nehéz volt, de benyelte, de utána volt egy folyamat, a megszentelődés, ami azt jelentette, hogy az ember, nézzétek meg, a kereszténység kétfajta állapotra vált ketté, az egyik, ami a többségben van, az külsőképpen akarja megmutatni, hogy mi a kereszténység, ebből indokolatlan dolog, ha megnézitek az épületeket, indokolatlan dolgok a nagy tornyoknak az építése. Ugye építés szempontból azt mondom, hogy ezek kihasználatlan helyek a templomba. Te se építesz olyan házat, ha bölcs vagy, akkor nem építesz olyan házat, ami tele van kihasználatlan helyjel. Sőt, talán inkább a mi kelet-európai házainkra az jellemző, hogy mindenhová be van pakolva valami. Tehát egy kicsit talán túl zsúfoljuk, mert elteszünk mindent, hogy majd jó lesz valamire, aztán utána az unokáink nem győzik, majd, nem győzik majd kidobni. És ezért ugye a kereszténység egyik része az külsőségben akarja megmutatni, hogy mi a kereszténység, de a Biblia elmondja, hogy nem ez a kereszténység, ami külsőségben akarja megmutatni, hanem a kereszténység, az belső változást kell, hogy eredményezen az emberben. Ez így van az első ember óta, és Ábel óta. Ábel mit akart megmutatni? Belsőleg érte meg a keresztény életét. Káin mit akart megmondani, megmutatni? Hogy külsőleg hogyan lehet megélni a keresztény életet. Csak szeretném elmondani, ami nem fog megváltozni soha. Egészen az úr visszajövetelég. Káin mindig is célul tűzi ki, hogy Ábelt megölje. Miért? Mert a kettőnek ellenkezik a célja. Az egyik az belülről akarja elérni és megragadni az Istent, a pedig a másik az kívülről akarja megragadni, hogy milyen a kereszténység. Ezért nézzétek meg a legceremonikusabb, a leglátványosabb, a legilyen, ilyen, hogy mondják, ilyen körmenetesebb, ilyen feldíszítette Ha láttatok már vallásos ünnepet, mondjuk egy igazi spanyol, vagy egy olasz vallásos ünnepet, ha megnéztek, olyan ciráda, Szóval ott Marika úgy fel van diszítve, barátaim, hogy ott nem láthatok az életetekbe, ott minden ott van rajta. Nézzétek meg az egyház, már Salamon idejébe bejött ez a külsőségben, megragadom az Istent, ugyanis nézzétek meg, mi volt az első, és Istenről bocsássatok meg, de Isten maga elmondja a templomokról a véleményét, azt mondja, hogy a második templomnak a dicsősége nagyobb lesz, mint az elsőé. Ezt Isten maga mondja. Miért mondta el? Mert az első rondább volt, mint a második nem. Azért, mert az első külsőségekben ledöntötte még a királyokat is a lábáról, viszont a másodikban mi volt a változás, hogy a másodikban jött el a messiás, és a messiás miért jött el, hogy az emberekben belső változás hozzon, és hogy meg tudják ragadni az emberek az Istent. Ezért a jelenések könyvéhez szervesen kapcsolódik a tíz parancsolat, mert a jelenések az az élet könyvéről szól, hogy milyen az élet könyve, és azt tudjuk, hogy az élet könyvébe kik tudnak bekerülni. Nagyon egyszerűen több pontban, két-három pontban felsorolja a Biblia azok, akik a ruháikat megtisztítják. Ez egy nagyon fontos dolog. És a tíz parancsolat, én azt gondolom, hogy ehhez hozzá segít bennünket. Az élet könyvében való bemaradáshoz, testvéreim, nem elég a megtérés, ezt nagyon sokszor elmondtam, a nagyon sok esetben a protestáns mozgalmakban a megtérés, az elválik az újjászületéstől, és nagyon sokan azt hiszik, hogy ha megtértek, akkor kipipáltak minden, de a megtérés egy belépő ahhoz, hogy az embernek meg tudjon változni, és meg tudjon szentelődni az élete. Ezért az életkönyvében, ugye a jelenések könyvében az a tragikus ebben az életkönyvével kapcsolatban, hogy ebbe be is lehet kerülni, viszont ebből ki is lehet kerülni az életnek a könyvéből. Ezért ez egy nagyon fontos, azt gondolom, hogy az egyik legfontosabb könyv, majd meglátjátok, ha a hét pecsétről beszélek, akkor egy nagy dilemával kezdődik a hét pecsétről szóló jelenések rész, pedig arról, hogy megy a nagy dilemma, hogy ki jogosult arra, hogy ezt a könyvet felbontsa. És nincsen túljelentkezés. Sőt, a mennyben egy kicsit ö, nagy csend is lesz. Miért? Mert egyszerűen azt látják, ugye néma csend van, és azt látják, míg Jézus meg nem jelenik, azt látják, hogy nincs másnak joga ennek a könyvnek a felbontására. És ezért ugye nagyon nagy kérdés, hogy a földi életben hogyan alakul a sorsunk, és hogyan alankul az életünk. Ezért a megszentelődésről ma már egyre kevesebb ö, szó esik. Ö, a jóléti evangéliumról, a prosperitásról, a növekedésről, vakhitekről, mindenféle álmokról, látásokról, rengeteg szó esik, a megszentelődésről, a fehér ruháról kevés szó esik, pedig a megszentelődés az egyedüli útja, hogy az élet könyvébe be tudjunk kerülni. Még azoknak is szükségük volt a megszentelődésre, akik az utolsó pillanatban kerültek be az élet könyvébe. A Latornak a kereszten szüksége volt a megszentelődésre. A Latornak a kereszten abban a néhány percben bocsánatot kellett kérjen Istentől. Lehet, hogy nem kellett neki különböző ceremóniákon végigmennie, nem volt már ideje különböző hitbeli cselekedeteket megcselekednie, nem tudott lejönni vízkerességre, nem tudta venni a szellemet, de egy dolgot meg tudott cselekedni, mégpedig azt, hogy bocsánatot kért a bűneiért, és tisztította. Ugye mi a fehér ruha, az, hogy a bűneinkért bocsánatot kérünk, és próbáljuk az életünket a bűnök elkerülésével élni. Az ember, tudjátok, a tíz parancsolat, ahogy mondtam, egy tervrajz, és az ember az Isten által alkotott és tervezett lény, és az Isten csak úgy tud működni rendesen, hogyha az szerint a tervrajz szerint működik. A rendellenességek az ember működésében azért lépnek föl, mert nem a tervrajz szerint működik az ember. Abba a pillanatban, hogy az ember tervrajz szerint működik, abba a pillanatban ezek a rendellenességek megoldódnak. Meg, Ugye, nem véletlenül, ami elválasztja, mi ez a rendellenesség, ha egy szóval akarom, összefogni, akkor a bűn ez a rendellenesség. Ugye Sátán miért alkotta és teremtette a bűnt? Ugye itt egy nagy kérdés, hogy ki teremtette a bűnt? Ugye ezt majd házi feladat, gondolkodjatok el rajta. Véleményem szerint a sátán azért alkotta és teremtette a bűnt, mert ezáltal a bűn által bele tud rondítani az ember elkölcsi tervrajzába, és el tudja téríteni az embert az Isten által alkotott és az Isten által teremtett élettől. Ezért a tíz parancsolatot úgy is hívjuk, hogy az élettörvénye, az emberiség törvénye, a szabadságnak a törvénye, és ezért ugye arról is beszéltünk múlt héten, hogy a szabadság az nagyon sokszor az ember ember által a kigondolt szabadság, az nagyon sokszor hatartalanná teszi a szabadságot, és ugye három hasonlatot mondtam, az egyik a kerítés, hogy a kerítés az egy jó dolog, attól függ, hogy melyik oldalán állsz, de egy nagyon jó dolog a kerítés. A másik ugye a folyó, amit elmondtam nektek, hogy a folyó is gátak nélkül, mivé válik, kiömlik és pocsolyává válik. Én részt vettem egyszer egy árvízbe, jött a Tisza, és amikor a Tisza kijöttött, átszakította a gátat, több tíz kilométerre pocsolyává tette a falvakat. Úgyhogy beledöglöttek az állatok, utána nem mozgott, nem sodorta tovább, hanem megállt, és minden utána fertőtlenít kellett, óriási készültségbe keveredtek az ott lévő hatóságok miért, mert olyan fertőzés veszélyessé vált a környék miért, mert pocsolyává vált a folyó. Mert amikor nincsenek gátja, és nem a mederbe folyik a folyó, akkor nem a cél szolgálja, hanem pontosan ellenünk dolgozik. Tudjátok, megdöbbentő látvány volt, én ilyet még az életemben nem láttam, hogy, hogy süt teljesen sütanap, tökéletes idő van, az emberek viszonylag nyugodtan élik az életüket, és egy víz tömeg elkezd hömpölyögni, és minden tól maga előtt. Szóval az ember mindig úgy képzeli el ezeket a katasztrófákat, hogy beborult az ég, dörög, villámlik, nem. Sütött a nap, kék volt az ég, csodálatos volt az ég, csak egyszerűen, hogy átszakadt a gát, az a hatalmas víztömeg a romba döntött falvakat. És egyik pillanatról másikra, mert sokkal jobb a filmekben, amikor ott vannak ezek az effektek, ezek a hatások. Csúnya zene, csúnya idő, dörgés, villámlás, csúnya emberek, akkor ugye az ember úgy átéli. Úgy átéli, ugye egy ilyen, egy ilyen horrorfilmben sem csinosan fölöltözött lánykák rohangálnak, meg jó illatú, fodrászból jövőt emberek, hanem ott is drámai effektekkel fokozzák és félemlítik meg az embereket, és ugye ez volt a megdöbbentő, hogy milyen ereje van, mitől volt ennek a víznek ilyen ereje, mert ki tudott lépni, a medréből, és amikor kilép a medréből, akkor nem érted, hanem ellened dolgozik. Ugyanilyen a szabadság is, ha kilép a medréből, akkor nem értem dolgozik, hanem ellenem dolgozik, és ugye amikor ellenem dolgozik, azt az ördög nagyon-nagyon jól ki tudja használni. És nem mindegy, ugye, ha megnézitek, nem mindegy, hogy egy folyóban úszol, vagy egy pocsolyában dagonyázol. Tehát ugye, ha megnézitek ezeket a vaddisznókat, ezek ritkán látható, hogy ugrálnak be a folyóba. Olyan jó lenne nézni, nem? Hogy úgy úszik, Hát ugye látsz úszni, de az már nem annyira úszik, az csak csodródik az árral, meg olyan hogy kicsit jó fel van pufadva. De ugye ezért a vaddisznók hová ugrálnak be? Nem a vízbe ugrálnak be, nem ugrálnak fejest, hanem hol szeret lenni? A dagonyákba. Sétálsz az erdőbe, megnézed, milyen ramazulit csinál. Vagy ha van telked, földed, és oda bemegy egy vaddisznó, az ott nem nézi, hogy meghagyja a kukoricát, az mindent lerendez. Az mindent lerendez, és jól is érzi magát. Szoktuk nézni az állatkertben, amikor elmegyünk a kisfiammal, hogy vannak olyan állatok, akik kimondottan jól érzik magukat. Tehát olyan fantasztikus nekik. Szóval mi azért emberek, én nem láttam még olyan embert, aki ben fekszik a pocsolyába, tiszta dzsuva az egész és most jó kifejez. Jaj, de jó, jaj, de jó. Mi a viszket meg tudjuk vakarni. Hála Istennek. De az állatra azért kell ez a sármáz, hogy a, megvédje őket a bogaraktól. Érdekes lenne, ha mi is így védekeznénk a bogarak ellen. Nem, hogy jó, be vagyunk kedve mindenféle mocsokkal és mindenféle. Hol tengernél van egy fekete iszap, ami kitalálták, persze én nem tudom, hogy jó vagy nem, én nem akarom ezt száfolni, de nagyon sokszor azért ezeket a bekenem magam valamivel eléggé üzleti érdekek, meg, ö, 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 üzleti érdekek befolyásolják, és az emberek ilyen fekete iszapol, olyan erőszeretettel, a látok ilyen holtengeri képeket, ilyen hót vannak bekenve az emberek. És egyszer én is bekentem magamat, de hát, ö, hát figyeljetek testvéreim, ez napokig nem jön le. Tehát napokig mindig azt éreztem, hogy valami döglött hal, euh, van rákötve a hátamra, vagy benne van a táskám, amenek ilyen, ez a büdös iszapszaga volt. És már utána bántam mert semmivel nem lett jobba az izomzatom, meg a mit tudom én de megmondom őszintén, még a repülőn is úgy éreztem, hogy azért van körülöttem hely, mert inkább az emberek nem szálltak föl a lepülőre. Szóval tudjátok, az az iszap, amikor belelépsz, az a jó áporodott büdös iszap. Az azért egy egész érdekes dolog. Na és ezért ugye azért fejezem ki így, hogy tegyetek különbséget, hogy nem mindegy, hogy egy folyóban úszol, a folyó mivel folyik, az a legcsodálatosabb benne, hogy a legtöbb mocskot is tovább tudja sodorni és meg tud tisztulni. Lehet látni, hogy amikor Ukrajnából áthozza a petpalackokat, ö, ö, milyen szép látvány. Mindenhol másképp gyűjtik szelektívan a petpalackot, hát Ukrajnában így gyűjtik szelektíven, bevágják a folyóba, és akkor mi meg majd kezdjünk vele, amit akarunk, és majd kimerjük. Nem is ez a lényeg, csak ugye, hogy milyen megdöbbent, hogy ez nem marad örökké így. Miért? Mert a folyó átlöki, kisodrót, kiviszés, és meg tud tisztulni. Egy pocsolya az életben nem tud megtisztulni. Nézzétek meg egy város is, mikor tud megtisztulni, ha jön egy eső. Például a Pécs nagyon érdekes, mert ugye egy ilyen völgyben van, és ha jön az eső, ez kisöpri a koszt. Lehet látni tökéletesen, amikor városból nézed a tévétornyot, mikor koszos, akkor nagyon messze van a tévétorony. Amikor ö, esett az eső, akkor olyan, mint a közelebb hozták volna a tévétornyot. Miért? Mert ki tud tisztulni a levegő, és ezért, a testvéreim, nem mindegy, hogy folyóban vagyunk, vagy pocsolyában. Ezért a szent lelket hogy hívja a Biblia? A föld nagy pocsolyája? Nem, folyója. Egy nagyon fontos dolog, hogy a folyó a jelképe. Ugye meg kell néznünk, hogy a sátán miért tudta becsapni az embert a bűnnel, miért kajáltuk meg mi ezt az egész bűnt, illetve ugye az elődeink. Azért, mert a bűnnek, ha egy szóban akarom kifejezni, az oka az önzés. És ugye az önző embernek minden parancsolat gondot jelent. Ugye kinek vannak gondjai a parancsolatokkal? Az önző embernek. Mert mit szeret az önző ember? Azt, hogyha úgy mennek a dolgok, ahogy ő akarja, és ahogy ő eltervezte. Ugye ezért az önző emberrel egy ágyban aludni, az önző emberrel egy alatt lakni, az önző emberrel egy iskolába járni, egy munkahelyen dolgozni, ha már dolgozhatok önző emberrel, akkor iszonyatosan nehéz. Miért? Mert ő saját maga körül forog a virág. Tehát a tíz parancsolat, ugye, ezekből a hasonlatokból látjátok, hogy véd, de nem kényszerzubbony. Miért nem kényszerzubbony? Hát ha kényszerzubbony lenne, akkor Isten azt mondta, hogy vedd föl és kész. Rádadják. Ez olyan, mint a régi rányokra az erőnyöv. Ott nem a lányok döntötték el, hogy hol akarják-e húzni, hanem apuka rájuk rakta. És ki tudta levenni, akinél a kulcs volt. És elárulom, nem a vőlegénynél volt a kulcs, hanem apukánál. Ha apuka lenyelte, eldobta, elvesztette, akkor lakatost kellett hívni. De alakatos nem jött, addig nem volt házasság. És ezért fontos, hogy a tíz parancsolatot nagyon sokan ilyen törvénynek, parancsolatoknak, testvéreim, nem kötelező a tíz parancsolat. Ma ölnek emberek. Ma lopnak emberek. Ma törnek házasságot emberek, ma vannak hamis isteneik, nem kötelező a tíz parancsolat. Nem azt mondja Isten, hogy mert a kényszerzubbony, azt kire adják rá, bemész a kórházba, most nem menj be. De ha valamikor be tudtál menni a kórházba, akkor mi volt? Jó napot kívánok, annyira szeretném kipróbálni, kérek egy kényszerzubbony. Tehát vannak olyan osztályok, ahol nincsen, ez meghatározott osztályokon van, legalábbis az én egészségügyi tudásom azt mondja, hogy nem hiszem, hogy a diabétesz osztályon, vagy a neurológián, vagy mit ott van, a nefrológián, bocsánat, csak ilyen bonyolult magyar szavak vannak, hogy a sebészet van kényszerzúbony. Meg van határozva, hogy hol van a kényszerzúbony. Ezért nagyon sokan úgy érzik az Istent, és mindig meg vagyok döbbenve rajta, mintha az Isten egy kényszerzúbony lenne. Nem kényszerzúbony. Nem kötelező. Hanem Isten azt mondja, hogy ez van, Kérdezd el, hogy melyiket választod. Az Isten az igazságot akarja erősíteni, az ördög meg azt mondja, hogy ha megkajálod a bűnt, és nézzétek meg, a bűnt sokkal jobban és gyorsabban megkajáljuk, mint az igazságot. Nézd meg, ez a két szerencsés vagy szerencsétlen emberpár, mindegy, hogy hogy hívom, mert egyrészt szerencsések, másrészt szerencsétlenek, és mi is örököltük ezt a szerencsétlenségüket. Nézzétek meg, ezek néhány perc alatt megkajáltak. Nem olvassuk, hogy a kír jó évszázadokig visszatért és gyötörte őket hanem tulajdonképpen lehet, hogy az első találkozással meggyőzte őket. És mivel győzte meg őket, olyan lehetsz, mint az Isten. Mi csillantotta fel az emberben a vágyat? Az önzés. Hogy én olyan lehetek. Ha olyan lehetek, akkor nem lesz szükségem Istenre. Ezért ugye nem véletlenül a törvény az nem teljesítmény alapú és nem teljesítménytől függ. Jézus összefoglalta, hogy a törvényt betölteni kizárólag szeretetből és szeretet által lehet. Jézus nem úgy kezdte a tanításait, hogy a bűnt hogy kerüld el, és mit ne csinálj meg, hanem Jézus azt mondta, hogy szeres, mert ha szeretsz, fordítva ült Jézus a lovon, de jól, ő ült jól mi ülünk fordítva. Mert azt mondja, hogy az egyik részről lehet úgy a bűnt, megpróbálhatjuk úgy is legyőzni a bűnt, hogy majd erősek leszünk, majd felszívjuk magunkat, stb. Ez az egyik módja, ezzel próbálkozunk 6000 éve. A másik módja Jézus azt mondja, hogy kezd el szeretni, mert a szeretet képes legyőzni a bűnt. Kezdj el szeretni. Ha kezdeti cipőben is vagy vele, de kezd el szeretni. Ezért ugye múlt héten a tiszteletről, az ötödik parancsolatról beszéltem, és ugye itt arról szólt az ige hirdetés, hogy az előttünk járók nem csak a vér szerinti, a apádat és anyádat, vagy a biológiai rokonaidat, hanem az előttünk járóknak a megbecsülése megjár és megjár nekik a tisztelet, mert az Istennel való, az ő Istennel való kapcsolatukból meg tudjuk tanulni, hogy hogyan működött az emberi kapcsolatrendszer, és nagyon fontos, hogy az elődeinknek fontosak a jó döntései is, de nagyon fontosak a rossz döntései is, mert a rossz döntésekből legalább annyit tudsz tanulni, mint a jó döntésekből. Dicsőség ezért az Úrnak. És ezért nagyon-nagyon fontos dolog, hogy a hit az nem az, hogy kivonulok a világból és félrevonulok. Tudjátok, nagyon sokan félreértelmezték a hitet, kivonultak a világból 12 méter magas kőfalak mögé, és ott megélik a hitéletüket. Én azt gondolom, hogy itt elég nehéz megélni a hitéletet, mert mit mondott Jézus? Azt mondta, hogy a hitéleted akkor jó, és akkor tudod megélni, hogyha a világban, az emberek között mersz másképp élni. Mersz úgy élni, ahogy az Isten igéje. Figyeljetek, egy kőfal mögött bezárkozva otthon, úgy élsz, ahogy akarsz. Azt mondasz, amit akarsz. Megélni a hitünket, Jézus nem véletlenül, nem véletlenül ugye azt mondta, hogy nem vesz ki bennünket a világból. Miért? Mert ott kell megélnünk a hitéletünket. És ezért ugye a tisztelettel kapcsolatban még azzal zártam, hogy nagyon fontos, mert ugye nagyon fontos az előttünk járók megbecsülése, de fontos dolog, hogy a rosszat nem kell átvenni és elfogadni. Lehet az ember élhet kritikával, de nagyon fontos dolog, hogy a kritizálásnak olyannak kell lennie, hogy természetesen értékelnie kell és meg kell ítélnie a másik embernek a cselekedeteit, de a személyét nem taposhatja a sárba, és nem söpörheti le, és nem teheti semmisé. Nem véletlenül, testvéreim, a tíz parancsolatban a ne, a tiszteld apádat és anyádat után jön a ne őj. Nagyon érdekes, hogy a sorrendiség is fontos. Miért? Mert testvéreim, a tiszteletlenség az előbb-utóbb ölésbe fog fajulni, és majd az ölésnek megnézzük a különböző változatait. Ugye a rosszat ö, Isten hogy kritizálta mindig? Úgy, hogy értékelte a jót. Ez is egy nagyon fontos dolog. A mai kritikába szoktam nézni ugye a kritikusokat, hogy nagyon érdekes, hogy a, a rossz kritikus, és tele van ma rossz kritikusokkal, nagyon nagy igény van a kritikusokra, de a rossz kritikus mit csinál? Azt csinálja, hogy a rosszat kiemeli, a jót pedig nem értékeli. Az Isten nagyon is értékelte. Figyeljetek, olyan megdöbbentő, hogy a hét gyülekezetnek, ugye, amit már vettünk a jelenések könyvébe, figyeljetek, jó, kettőhöz nem, de azok tettek is érte, de a többit mindig mivel kezdi? Értékeléssel kezdi, dicsérettel kezdi. Nem úgy kezdi, hogy mindannyian meg fogtok pusztulni, hanem a dicsérettel kezdi, és ezért nagyon fontos a kritikusnak, a kritikusoknak, akik kritikusnak léptek, vagy álltak, vagy erre adják a fejüket, csak tudom tanácsolni, hogy nagyon fontos dolog a kritika, de érdemes a jót értékelni. Amikor a generációk a rosszal együtt lesöprik a jót is, akkor óriási hátrányba keverednek és azok a generációknak mindig újból indul, a, a, újból indul az életük, és ezt általában ez a hamis szabadságvágy szokta az emberben kelteni. Ezért ugye a vélemény és a meggyőződés elmondása, az meggyőződésem, hogy nem jelent tiszteletlenséget, különösen keresztényeknek hívtam fel erre a figyelmét, hogy ö, a tiszteletre, és arra is, hogy ne féljenek a kritikájuktól, ne féljenek kritizálni a másikat, ha te kritizálod olyan, hogy ez a másikat nem tapossa bele a földbe, hanem jót akar és fele emelni akar, akkor ne legyen az felől félelmed, hogy a kritika az egyenlő a tiszteletlenséggel. Testéreim, egy szülőnek nem kell elfogadnia mindazt, amit a gyereke akar, és fordítva is igaz. Egy gyereknek nem kell elfogadnia mindent, amit a szülő akar. Abból mindig hibák lesznek, hogyha az élete végéig egy szülő mondja meg a gyereknek, hogy mit kell csinálnia. Figyeljetek, a házasságnak három alappillért helyez az ember, az Isten, és az egyik alappillére az elhagyja apját és az anyját. Ugye ezt, ér ezt értelmeztük ér mi félre, hogy szoba állunk velük többet. Nem ezt jelenti, hanem azt jelenti, hogy meg kell éljem az önálló életemet. Ezért a tisztelt apádat és anyádat, hogy hosszú légy a földön, ugye ez a második kőtáblának az első parancsolata, és ugye ez egyben megindítja a második kőtáblának a mondani valóját is, az ember és az ember közötti kapcsolat tisztázása ennek a kőtáblának a feladata. És ugye azt is megnéztük, hogy minden kőtáblán az első parancsolat nagyon fontos, az első kőtáblán az én az úr vagyok a te istened, aki kihoztalak téged az egyiptomi földjére, és beviszlek egy másik földbe, a többi parancsolat betartása az első megcselekvése nélkül lehetetlen. A második kőtáblán a tiszteld apádat és anyádattal indul, ugyanezt tudom elmondani, hogy a második kőtáblán lévő parancsolatok betartása a tisztelet nélkül lehetetlen bármelyiket is lehetetlen betartani. Ezért, amik a 2 Mózes 20-ban vannak igék, azok elengedhetetlenek a mi számunkra is, hogy egy erkölcsös embellé várjunk, és fehér ruhához segít hozzá bennünket ez a tíz parancsolat, dicsőség ezért az Úrnak. Ezért én csak kérni szeretném tőletek, hogy ne úgy nézzetek rá, mint egy törvényre, hanem úgy nézzetek rá, amivel Isten meg akarja menteni, és ki akarja menteni az emberiséget a szakadékből, és az emberiséget a kerítésnek, a jó oldalára, a folyóba akarja bevinni. Ez egy fontos, fontos dolog. Isten szándéka a tíz parancsolattal az volt, hogy az embert megvédje, nem az, hogy az embernek tilalmaknak a sorát állítsa meg. Nézzétek meg, Jézusnak a farizeusokkal a legnagyobb problémája ez volt. A farizeusok fölállították a tilalmak sorát az emberek elé, és mégse tudtak ő maguk pedig ezeknek a töredékét se tudták betartani. Ezért Jézus ugye nem a tilalmak sorával támadott, hanem azt az úgy magyarázta a parancsolatokat, hogy azok miben segítenek bennünket ahhoz, hogy erkölcsös, normális életet tudjunk élni. A nevő parancsolat egy nagyon-nagyon rövid parancsolat, és lehet azt mondani, hogy jó van, én egy rendes ember vagyok, mert késsel még senkit nem szúrtam le, sőt, ugye a mai fiatalabb keresztények mondják, még tyukot se vágtam, még csirkét se vágtam, még senkit nem vágtam, senkit még a gerendáról se vágtam le, tehát semmi olyat nem csináltam, ezért én kész is vagyok a nevű parancsolattal, köszönöm szépen, menjünk el a börtönökbe, menjünk el a fegyintézetekbe, ez ott aktuális, nekünk nem aktuális, mert én késsel nem öltem meg senkit. És ezért ugye, a neői parancsolatot, ha egy kicsit kibővittem, akkor a neői parancsolat az nem más, és ha Jézus szeméből nézzük meg, mint az életnek a védelme. Nagyon érdekes, hogy miért kell bennünket védeni, és miért kell a mi életünket megóvni. Tudjátok, az ember a legfontosabb dolog, amit el tud veszíteni, az az élete. És itt most ne a halára gondoljatok csak, hanem egyáltalán el tudjuk veszíteni úgy az örök életünket és az életünket. Ugye mit mondott Ádám Évának Isten, hogy azon a napon, amelyik napon megszeged a parancsolatomat, azon a napon bizonyal meghalsz. És utána olvasjuk, mondod te, vagy aki ezt először hallott, hogy szeretnél te úgy meghalni, hogy utána még 500 évig élsz. Nem szeretnél te úgy meghalni, hidd el, mert ugye itt Isten világosan mondja, hogy ez milyen halál volt, ez az örökké valóságtól választotta el az embert. És ezért, amit az ember, ami miatt Isten óv bennünket és véd bennünket, az élet elvesztésétől óv és véd bennünket az Isten. Figyeljetek, nagyon jól összefoglalja a János evangélium, Ján, egy, bocsánat, János levél, egy János levélhez, ha megnézitek, de ha nem, akkor felolvasom, egy János 5. Egy János levél 5. rész 12. verse, nagyon érdekesen összefoglalja, hogy mi az élet. Azt mondja, aki é a fiú, azért az élet. Akiben nincs meg az Isten fia, abban élet sincsen. Ezen lehet vitatkozni. De Isten röviden azt mondja, hogy az élet nem az, hogy lélegzel. Az élet nem az, hogy majd az első halállal eltemetnek, és vége van az életnek, ugye külön, különbséget tesz Isten az első és a második halál között, hanem azt mondja, hogy mi az élet, azt mondja, aki a fiú, azért az élet. Akiben nincs meg a fiú, abban nincs élet. Mit mond? Akiben megvan a fiú, abban van egyedül élet. Tehát mit jelent ez, amikor Ádám és Éva elvesztette az életet, akkor mit vesztett el az, hogy kiesett a fiúból? Kiesett az életből, ebből az életből, esett ki. És ezért ugye, ha valaki elveszi a másik életét, akkor mit veszélyeztet, akkor Isten tervét veszélyezteti, hogy az élet legyen abban. Ugye majd megnézitek a Káin és az Ábel történetét, ugye mit kérdez Isten? Ö, olyan, olyan megdöbbentő, hogy az élő Isten, aki minden eseményt rögzített és tudott, azt kérdezte, hogy hol van Ábel. Ez volt a kérdés. Ez ugyanaz, mint amikor a pusztai ö, vándorlás, ö, illetve a honfoglalás során, ugye Jerikóba, Ákánék elraknak egy jó babiloni köntöst és utána ugye jó elverik őket Ainál, mint a szódás lovát, és akkor megkérdezi Józsué már a csata, már a vesztes csata után, hogy mi volt az oka, hogy kikaptunk. És akkor Isten azt mondja, hogy az volt az oka, hogy megmondtam, hogy semmit nem vehettek el a zsákmányból, de mégis valaki elvett a zsákmányból. És akkor utána egy hosszú procedúra elindul, még az ákán a végén jelentkezik, hogy én voltam az. Gondoljátok, hogy Isten nem tudta az elején, hogy ki volt az, aki lenyúlta a köntös. Tökéletesen tudta, hogy ki volt. Itt is nagyon, ráadásul Kainnél és Ábelnél, most úgy maradjunk annyiba, olyan nagyon, Rendőrség se kellett, hogy ezt kinyomozzák, hogy ki volt a tettes. Viszonylag három embert kellett meghallgatni. Ádámot, Évát, meg Káint. Ugye Ádámot, Évát felmentette, azt nem kellett meghallgatni. Ebben ők el voltak foglalva még a bűnbeesés viszontagságaival. Ugye egyértelmű volt, hogy Káin ö, ölte meg. Ugye ezért, ugye mit mondott Káin? őrizője vagyok én ö, az én atyám fiának? Figyeljetek, tulajdonképpen nagyon egyszerű ezt lengel mondva azt mondta, hogy mit érdekel engem, hogy hol van. És figyeljetek ebben, Istennek mi volt a válasza. Az volt Istennek a válasza, hogy az a baj, hogy téged lehet, hogy mit érdekel, hogy hogy van, de a vére az kiabál, a vére az, a vére az kiállt hozzám a, a, a földről. És ugye itt, ugye, itt ugye nem tudjuk, hogy milyen formában vagy agyonütötte, vagy bármit csinált vele, nem is ez a lényeges, hanem az a lényeges, hogy az életnek a megtartása az ember számára a legfontosabb. Ezért Isten, amit a legjobban véd, az az élet. Ugye majd itt az ülésnél a legvégén odaülök az abortuszra, mert vannak olyan egyházak, akik egyértelműen azt mondják, hogy az abortusznak egyáltalán nem lehet abortusz. És ez ugye ez ma nagy vitát szül. Van, aztán a másik része a társadalom meg azt mondja, hogy simán lehet abortusz. Tehát a, az életet nem a magzat megfoganásától tekinti, hanem az életet onnan, amikor megszületik és kész. És egészen nagy szélsőségek vannak ebben, de nézzétek meg, és azt akarom ebből kihozni, hogy az Isten számára a legfontosabb az élet. Tudjátok, amikor Isten eldönti, hogy egy ember meddig él, azt mondja, hogy az életünk az Isten kezében van. És nagyon sokszor mi nem értjük, hogy egy embernek miért hal meg egy ember, miért távozik a földi életről. Én nekem meggyőződésem, hogy Istennek az számít egy emberbe, hogy az az élet, ami a második halált is sikerül, hogy túlélje, az az élet, ha veszélybe kerül egy emberbe, akkor Isten mindent megtesz azért, hogy ezt az életet megmentse. Ha kell, akkor kimenti erről a földről. Ha kell, akkor kimenekíti erről a földről. Miért? Azért, mert az Isten számára az élet a legfontosabb. Ugye Jézus nézzétek meg a Máté Evangélium 5. részében, szerencsénk van, mert a Máté Evangélium 5. részében pont Jézus a ne ői parancsolatot kibontja, és azt mondja, hogy nem onnan kezdődik az ölés, hogy belevágtad a kést a szívébe, a hátába, a fejébe, vagy ahova sikerült, hanem az, onna, az ölés az onnan kezdődik, amikor a szívedbe indulat fogalmazódik meg. Innen kezdődik. Olvassátok el a Máté Evangélium 5-ben, a pont a neői parancsolatot választotta ki. Miért, véle, miért csak a neőit magyarázza a tíz parancsolatból? Csak itt jelzem, hogy nem volt fontos, a tíz parancsolat? Hát Jézus is magyarázta a tíz parancsolatot. Hogy ne lett volna fontos? Azért volt fontos, mert az emberek ö, megnyugodtak, hogyha a kést belevág, nem vágják vele valamikbe, ha nem oltják ki az életét, akkor ők nem ölnek. És ezért Jézus fokozta, és azt mondta, hogy az ölés az az indulatból fakad. Figyeljetek, egy nagyon bős tanácsa van Istennek. És ezt én csak útravalóként tanácsolom nektek, hogy akármit is hoz bármelyik napotok. Amire azt gondolom, hogy mindenkinek függetlenül bőrszintől, függetlenül attól, hogy hívő vagy nem hívő, ez nem csak hívőknek vonatkozik ez a tanács. Azt mondja a Biblia, hogy a haragodon ne menjen le a nap. Tehát előfordulat, hogy délbe ideges vagy egy zabos, vagy mindegy ló. Bármi előfordulat veled, bárki kihozhat a sodrodból, De Isten azt tanácsolja, hogy ne hajtsd úgy le a fejedet, ne merülj úgy álomra, ne engedd meg magadnak azt a luxust, hogy külön ágyon alszol a feleségedtől. Mert van nappal és te ott alszol a diványon. Ne enged meg ezt a luxust. Miért? Mert abba a pillanatban, ahogy azt mondja, hogy ha nap lemegy a haragunkon, akkor egy idő után rendszeressé válik ez, és ez a harag, ez az indulat, ez elkezd felhalmozódni a szívbe, és mi történik vele? Nézzétek meg, Jézus az ölést, azt az indulatból vezeti le. Nem, vezeti, nem másból vezeti le, hanem az indulatból vezeti le. Ezért ugye ölni többféleképpen lehet, az egyik az a klasszikus módja az, hogy egyszerűen kioltod az életét, de lehet szociálisan is ölni és tönkretenni valamit, lehet erkölcsileg is tönkretenni valakit. Nézzétek meg, még ezt az egyházak is előszeretettel használják. Mit jelent az erkölcsi tönkretétel? A rossz híredet keltik. Elkezdik a rossz híredet. Én éltem már át ilyet. Tesserém, ez a rossz hírkeltés még a családodba is beszivárog. Még a családodba is beszivárog. Olyan szempontból, hogy lehet érezni, hogy még a család tagjaidnak is árt. Ugye egyszer valaki azt állította rólam, hogy megerőszakoltam valakit. És ugye olyan megdöbbentő volt, hogy láttam, hogy ugye én nem szoktam magyarázkodni, mert főleg ilyen témában nincs mit magyarázkodjak. De nagyon érdekes, hogy amikor eléri a legközvetlenebb szeretetit, szeretteidet is, akik lehet, hogy elgondolkodnak rajta, akkor kutya köteles vagy magadat megvédeni. Nem az a lényeg, hogy kimondta, hanem kutya köteles vagy kiállni és magadat megvédeni. Miért? Mert testvéreim, ezek, ezek gyilkosságok. Ma van egy ilyen szó a médiában, hogy karaktergyilkosság. Mit jelent a karaktergyilkosság, amikor szétzúzzák különböző hazugságokkal a személyiségedet? Nagy különbség van az között, amikor valaki lebukik, és utána arra hivatkozik, hogy nekem csak szét akarják a, zúzni a személyiségemet. Ha loptál, akkor nem akarják szétzúzni a személyiségedet, hanem akkor loptál. Viszont ha nem loptál, és azzal vádolnak meg, akkor igen, szét akarják zúzni a személyiségedet. De a kettő között óriási különbség van. Ez egy fontos dolog, és az igazság mellett az Isten is bizonyságot tesz. És ezért ugye szociálisan is lehet tönkretenni, erkölcsileg is lehet rossz hílét kertjük, morálislan, anyagilag tönkretesszük. Figyeljetek, nekem volt egyszer egy olyan vállalkozásom, ahol, a, ahol, úgy akartak bennünket tönkretenni, ez egy nagyon érdekes azóta, azóta is, nem tudom, ajánlom csak figyelmükbe a, a mai rendőröknek, hogy ilyet soha többet ne csináljanak, hogy csináltok olyat, hogy volt egy ilyen mintatermünk, és kijöttek oda, és körbevették ilyen beöltözött csukjások a mintatermet. És mire kiért az ügyvédünk, elmentek. És ezt három-négy napon keresztül megcsinálták. És nem tudtuk, hogy miért jönnek ki. Tudjátok, mi lett ennek az eredménye? Elmondom. Abba a boltba ember nem tette be a lábát hónapokig. Holnap, mit jelentette ez? Elmondom, mit jelentette ez. Anyagilag tönkrementünk. És a mai napig nem tudom, hogy kik voltak ezek az emberek. A mai napig nem tudom, hogy miért jöttek ki. Ez biztos, hogy nem civilek voltak. Mert a civilek azért találni 50 embert, akinek van csukjája, ugyanolyan ruhája, stb. stb. Megdöbbentő dolog ez. Ez jelenti az ölés. testvéreim, ma így ölnek emberek. Ma azért, azért álságos ez az a világ, ha visszamész 500 évet, ott kiálltak egymással szembe, és győzött az erősebb. Ott nem úgy mentek ott az asszonyok, amikor elbocsátották a csatába a férjüket, akkor tényleg volt miért könyörögni, mert egyáltalán nem volt biztos. Főleg azok a családok, ahol elment az apa, a fia. Milyen tragédiák voltak? Nem jöttek vissza miért? Mert ott nem olyan volt, hogy meg lehetett bújni, vagy hatápos voltál, vagy polgári szolgálatos, vagy komplipucoló lecsófőző, vagy gulyás hanem ott orra álltok egymással szembe. És ott nem úgy volt, hogy jaj, ne bánts. Ott még azokat is lekaszabolták, akik szaladtak a másik irányba. Hát nézzétek meg a honfoglalásról, hány csata volt. Amikor szaladtak, utánuk kellett menni. Egészen más volt a csatákra. Férfiassabb volt, egyenesebb volt, nem volt szebb, meg nem azt mondom, hogy jó volt, de tudtad, hogy ki az ellenséged ilyen esetekben, és az ölést így is meg lehet tenni, és nézzék már, ez egy fontos dolga, figyeljetek, ezt rendszeresen csinálják, hogyha ki akarnak iktatni embereket, figyeljetek, az egyiket vezetőszáron mutogatják a tévébe, a másikról el sem mondják, hogy, hogy csalt. Ez miért van? Miért van az egyiknél így, és miért van a másiknál úgy? Azért, mert különb a kettő nem, mind a kettő ugyanúgy bűnözött, csak az egyiknek mit akarnak? Karaktergyilkossággal tönkre akarnak tenni a jövőjét. És ezért nagyon fontos, hogy az ülésnek erre a formájára is felszeretném hívni a, 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 figyelmeteket, hogy így is tönkre lehet, erkölcsileg lehet egy embernek a rossz hírétén. Én voltam börtönben olyan emberrel, akit úgy csináltak ki, hogy tudták, hogy mi a gyengéje, és prostituáltat küldtek rá, természetesen ő bedölt ennek, ugye a példabeszédek könyvébe írja a Biblia, hogy férfiak hajlamosak erre bedölni, Jött a szép asszony, bedölt ennek, és utána a prostituált ráfogta, hogy megerőszakolta. Ugye eleve már egy ilyen furcsa ambivalens helyzet, hogy megerőszakolni egy prostituáltat. De mindegy, megerőszakolta. Tesrem ezért nyolc évet kapott ez az ember. A nyolc év elég volt arra, hogy tönkrement a házassága, elég volt arra, hogy tönkrement az a találmánya, amit ő feltalált, elég volt arra, hogy tönkrement a vállalkozása. Én nem tudom, mert elvesztettem az embernek a nyomát, de minden bizonyjal, ha nem találta meg az Istent, akkor tönkretették az életét. Ma nem úgy ölnek meg embereket, hogy leszúrják késsel, hanem úgy ölnek meg embereket, hogy tönkreteszik. A lelkileg, erkölcsileg. Belopják, elkezdik piszkálni a családját, elkezdik piszkálni a gyerekeit. Ma már nem átalkodnak a családon keresztül tönkretenni valakit. És valamit. És ezért fontos, hogy mi ne nyugodjunk meg, mert rengeteg ilyen indulat van emberekben. Figyeljetek, keresztények használják, keresztény vezetők használják ezeket az eszközöket, hogy tönkre tesznek embereket, tönkre tesznek, figyeljetek, ha te elmész valamilyen okból egy gyülekezetből, amihez van jogod, a szíved dönthet úgy, mert te nem vagy, nem kényszerzubony. Ha az Isten igéje nem kényszerzubony, akkor még gondoljátok, hogy a gyülekezet kényszerzubony. És figyeljetek, hogy akarják tönkretenni a további boldogulását egy embernek, úgy, hogy kígyót, békát kiabálnak rá. Ez az erkölcsi tönkretétel. Vagy amikor olyat állítasz, amit nem tudsz. Egy férfi, amikor ráfogják, hogy megerőszakolt valakit, ha azt ott abban a pillanatban, az aktus után nem vizsgálja meg orvos, te azt már 20 év múlva nem tudod bebizonyítani. Mert nem lehet bebizonyítani. És ezért, drága barátaim, van ilyen, hogy, hogy, az ember különböző egyéb eszközökkel, nem törrel, nem késsel, nem fejszével, hanem egyéb eszközökkel. Az anyagi, anyagi tönkretétel. Tessereim, ma, ma úgy mennek be vállalkozásokba, és én a máról beszélek, nem a tegnapról, úgy mennek be, hogy azt mondják, hogy add el a vállalkozásodat, mert szükségünk van rá. Azt mondja az ember, hogy nem adják el. Nem adja el. Tíz nap múlva ott van nála az adóellenőrzés, stb. és eladja. Csak már nem annyi ér, amennyi ér, szerette volna. Ezek erkölcsi tönkretételek. Ezek olyan tönkretételek, amelyeket az emberek, e, emberek utána figyeltek, ilyen embereknek tönkre megy a lelkük és a szívük. Figyeltek, van, hogy van, akik, hogy van-e ilyen? Van, akik úgy keverednek ki, állítólag Isten népe közül, gyülekezetekből, úgy utána, utána hallani nem akarják azt a szót, hogy kereszténység. Hallani nem akarják azt a szót, hogy gyülekezett. Szerintetek miért? Mert két vára lettek fektetve. Mert egyszerűen elegük lett ebből. És ezért fontos, hogy ölni így is lehet. A harmadik formája az ölésnek, az a spirituális ölés. Ugye ennek különböző eszközei vannak, ennek az eszközei a varázslás, ennek az eszközei az igézés, ennek az eszközei a mantrázó imák, amikor éjjel fölébredsz, és csak azt érzed, hogy olyan vagy, vagy reggel úgy ébredsz, mintha egész éjjel kőbányába lettél volna. Az miért van? Nem azért, mert covidos vagy, vagy náthás vagy, vagy influenzás, az azért van, mert a fiúk, akik a bányában dolgoznak, éjszaka, akik majd nappal alszanak, azok gondoskodtak arról, hogy neked ne legyen az álmod, mert az álmában a legkiszolgáltatottabb az ember. És van ilyen spirituális ölés, testvéreim. Nagyon érdekes, mit jelent ez, az embernek a spirituális dolgok szét tudják zúzni az önértékelését. Nézzétek meg, ehhez tartozik ez a kategória, ez hülye vagy, alkalmatlan vagy rá, semmi vagy, Semmire nem fogod vinni, hány szülő bocsátta így a gyerekét el. Hülye vagy, ez, ez egy teljesen általános dolog. Semmire nem fogod vinni az életbe, semmire nem kell lesz, senki vagy. És amikor szétzúlják, tudjátok az önértékelésnek, az öngyilkosságnak, mi az alapja, az, hogy szétszúzták az embereknek az önértékelését. Annyira szétzúzták, hogy az élete sem számít. Az öngyilkosságnak mindig ez az alapja, az önértékelésnek a szétzúzása. Lehet úgy is ölni, hogy nem te dobod el az életedet. Lehet ugye, ezt, ezt, ezt például a politika rendszeresen összeáll a mafiával. Ez régen nézzétek meg, Keresztapa film nagyon jól bemutatta. Mit jelent az? Tudják nagyon jól, a mafia tudja nagyon jól, hogy a politikusok is emberek. És vannak gyengeségeik. Szexuális, főleg erkölcsi területen vannak gyengeségeik. Utána ugye mit csinálnak? Mi titokba tartjuk, hogy te prostituálthoz jársz. Csak közben elkészülnek a fényképek. És amikor a, amikor a politikus azt mondja, hogy már pedig én erre fogok szavazni, az igazság mellett akkor megmutatják nekik a fényképet. És akkor eldöntheted, hogy az igazság mellett szavazol, mi a másik alternatíva? Az öngyilkosság. És ezért, testvérem, így ölnek meg embereket. Rengeteg ember, és azt mondják, hogy ő ölte meg saját magát. Hát mi nem járultunk hozzá. Hány nőt kergetett a férje az öngyilkosságba? Testvéreim, saját tapasztalatom, apám, anyámat állandóan össze-vissza verte legalább 15 éven keresztül. Anyámnak épp, hogy megmentették az életét. Annyi gyógyszert beszedett, valami ezer darab gyógyszert magába öntött, hogy biztos, ami biztos. Mi hajtotta az öngyilkosságba? Egy, egy, másik ember hajtotta az öngyilkosságba. A fizikai erőszaka, az állandó gyötrése, ezt tönkre tudják tenni. Ezért az öngyilkosnak hogy tudsz, az öngyilkos jelöltnek hogy tudsz segíteni? Az első, amiben tudsz neki segíteni, hogy erősítsd meg az önértékelését. Erősítsd meg, legyél mellette. A nagyon sok öngyilkos azért tud öngyilkos lenni, mert nincs mellette egyetlen egy ember se. Aki legalább egy mondattal az ellenkezőjét mondaná, mint amit addig hallott az életében. Ezért az ölés, és a gyilkolás egy nagyon-nagyon szerte ágazó dolog. Tönkre lehet tenni, és figyeljetek, Tönkre lehet tenni, valaki nem kell megölni, ha tönkreteszed a személyiségét. És csak jelzem, hogy a vallás, amelyik nem Istenben hiszik, hisz, ott a legelső, amit tönkrezőz az emberben, az a személyiségét. Tesséreim, ha te személyiséget tönkretették a személyiségedet, akkor a következő történt, szellemi nyelven, megöltek. Ha nem az vagy, aki vagy, ha nem az vagy, akinek születtél, ha nem az vagy, akinek az Isten alkotott, hanem mesterségesen tönkre teszik azt a személyiséget, és egy másikkal ruháznak föl, akkor téged megöltek. Ezért vigyázz ezzel, ezért ez az uniformizálás, ami megy az egyházba, te nem úgy prédikálsz, mint a másik, te nem azt gondolod, mert hát persze, hogy nem úgy prédikálsz, hát persze, hogy nem azt gondolom, hát szörnyű lenne, ha itt akik ülünk, mindannyian egyformát gondolnánk, hát szörnyű lenne, ha itt ülünk, mindenkinek egyforma lenne a hobbija Hát szörnyű lenne, ha itt ülünk, mindenki egyforma a ruhába jönne. Hát azt mondjuk, hogy néznétek ki ebbe a kockásinkbe? <laughs> Vagy én, hová vegyem fel a melltartótokat? Értitek? Jó, kipának jó lenne ikres kipa, de ahhoz mellettem kéne álljon valakinek. Teséreim, nem erről szól ez az egész, és nézzétek meg, minden erőszak az arra jó, és a vallás egy erőszak, az arra jó, hogy szétzúzza az embereknek a személyiségét. Darabokra zúzza. Majd meglátjátok az utolsó időkben, ami lesz evangéliumi hirdetés, az Jézus azt mondja, hogy abba újra ez az evangélium fog hirdetetni. Testvérem, mi változott meg Jézus Krisztus evangéliumával kapcsolatban? Elmondom mi. Hogy az evangéliummal mi nagyon sok esetben hatalmat akartunk gyakorolni az emberek fölött, és hatalmat is gyakoroltunk. Egy megerőszakolása volt az embereknek. Nem az emberek felemelésére, hanem az emberek Megragadására és az embereknek a, a, a kiragadására használtuk, és a, lef, a lefegyverzésére, a leteperésére használtuk az evangéliumot. Egy hatalmi eszköz lett. Ha nem hatalmi eszköz lenne, testvéreim, ha az evangélium az lenne, amit Jézus Krisztus hirdetett, annak egyetlen egy jelét már most észrevennéd. Egyetlen egy egyház lenne. Nem lenne. Egy, kettő, három, öt, tíz, húsz. Egyetlen egy egyház lenne. Hát nincs értelme, hát ha egy evangélium van, és mindannyian ugyanazt mondják, akkor miért, akkor miért, kell, miért kell 678 ezer? Azért kell 678 ezerre, mindegyik a maga, a maga alá akarja gyűrni a többi. De ez nem az evangélium hirdetés, de ezt majd a jelenések könyvénél. Ezért, drága testvéreim, tönkre lehet tenni valakinek a személyiségét, ilyen vagy olyan, vagy ezt úgy hívjuk, hogy lélekgyilkosság. Ezzel nagyon-nagyon kell, nagyon -nagyon kell vigyázni, szülők gyakran, amikor elkap bennünket a pipa, Gyakran ezzel élünk, de ezt utána, utána ugyanaz vonatkozik erre, hogy a nap le ne menjen a haragodon, menj oda, ülj oda az ágyára, ha elaludt a gyerek, kelts föl, mondd el neki, hogy nem így gondolta apád, ne, ne tedd, ne engedd el úgy a napot. Mert visszafordíthatatlan folyamatok jönnek, visszafordíthatatlan folyamatok jönnek, jönnek közbe. És ezért ugye, így a neőj az élet minden területére kiterjed, nem csak a készúrásra, vagy az ölésre. Ugye itt, ahogy hogyan került az emberi életébe, hogyan került egyszerűen belénk ez, hogy meg tudjuk ölni a másikat. De ez egy nagyon egyszerű dolog, a radikális rosszal a bűnnel került be. Nézzétek meg, nem véletlenül, ugye sokszor elgondolkodunk rajta, hogy ez, a, ez az első emberpál, a Káin és az Ábel, ez miért, a, miért, a, miért az ölést? Szóval miért nem azt emelik, hogy el voltak kirándulni, szerették egymást, jó testvérek voltak? Miért egyetlen egy mozzanatot emel ki a Káin és az Ábel történetéből? Az ölést. Ez nagyon érdekes. Azért esetleg, mert a bűn, amit behozott az emberbe, az a, az, a, az, a, a, az ölést, ami behozta az emberbe, az a bűn volt. És nagyon érdekes, hogy bejött az apjába és az anyjába a bűn, nézzétek meg az első generációba, megjelent az ölés. Amúgy nem normális ez, mert őket tényleg nem tanította senki ölni. Akkor még lehet, hogy állatokat sem öltek. Nem tudjuk. Lehet, hogy élvezték az éden gyümölcseit. Mit tudom én, mit csináltak. De nagyon érdekes dolog, hogy az első, ami bejött, az az ölés volt, mert az ölést, barátaim, azt a bűn hozza be, a bűn hozza be az életébe. Ezért ugye nem véletlenül az ember, figyeljetek, szeretet alapú lényként lett teremtve, és a bűnbeeséssel mi változott meg? A szeretet alapú lény változott meg. Figyeljetek, ma beledöglünk, hogy szeretni tudjunk. Ez mi változtatta meg? A bűnbeesés. A bűn mit ölt meg? Az embert nem változtatta, ugyanaz az Ádám maradt. Jó, egy kicsit mesztelenebb lett. Ugyanaz az Éva maradt. Mi változott meg bennük? A szeretet változott meg bennük, és ez már az első generációba kijött. Nézzétek, ott mindjárt, mindjárt öltek. Nem véletlenül az új szövetségben a legtöbb szó a szeretetről esik. Ez a legnagyobb fegyver, testvéreim, az öléssel, a gyilkolással, a bűnnel szemben a legnagyobb fegyver, nem az, hogy távozz tőlem, Sántán, nem ez a legnagyobb fegyver, vagy az éjjel-nappali démonűzés. A bűnnel szemben a legnagyobb, és azt is mondhatom, hogy talán az egyedüli fegyver, az a szeretet. Ezért Jézus nem a bűn legyőzésére tanította az embereket, hanem mire tanította? Szeretni tanította az embereket. Lehet azt is, a farizeusok mire tanították? Hogy tudod legyőzni a 613 bűnt? Úgy, hogy meghalsz a 126-nál. Úgy le tudod. Az mit jelent? hogy meghaltál, mert még 500 visszamaradt. Jézus azt mondja, hogy tanulj meg szeretni, mert a szeretet az egyedüli dolog, ami legyőzi, ami le tudja, le tudja győzni a bűnt. És Jézus ugye erre tanította az embert, nem másra. Ezért Jézus szolgálata nagyon egy sikon mozgott. Ha ilyen alapon olvasod el az 1 Korintus 13-at, ebből a nézőpontból, hogy a szeretet a legnagyobb fegyver a bűn legyőzésére, akkor egészen másképp fog hangzani az 1 Korintus 13. Ez a legnagyobb fegyver ebből a nézőpontból. A szeretet nem egy ilyen nyálas érzelem, hanem a szeretet az nem más, mint a bűnnek a legyőzése. Ugye ezért vissza kell menni, nem véletlenül Pál Lapostól hívja újra felhívja a figyelmet, hogy a gyökér bűn. A bűnnek a gyökere az minden esetben az önzés. Figyeljetek, mi jön vissza az utolsó időkben, lesznek az emberek az utolsó időkben önmagukat szeretők. Vissza, köszön a gyökérbűn. A gyökérbűn az az önzés volt. Az önzés, ugye az mit jelent? Azt jelenti, hogy az én nem a másik embert, figyeljetek, ez, ez lehet látni ugye, hogy akkor arcod van, hogy betakarja, betakar még engemit, engemet is. Az mit jelent? Hogy az önzés az tud akkora lenni, hogy az letakarja a másik embert előtted. Ugye miért? Mert akkor a saját arcom, hogy nem látok semmi más, csak mit? Csak a saját arcomat. Figyeltek, ez még a mesébe is benne volt, az a, az, a, az a, ronda banya, amelyik belenézett a tükörbe, tükröm, tükröm, mondd meg nékem. És ez a tükör egyszer megmondta az igazat. Egyszer azt hogy figyelj, te se vagy azért, most nem azt mondom, hogy jó, oké, okay, a Time magazinnak a címoldalára nem vagy való, de a Dörmögő Dömötör címoldalára simán rámehetnél, de nálad van valaki szebb. És na mi történt, ugye, a mesét majd nézzétek, elevenítsétek fel, az történt, hogy berágott. Miért rágott be? Hát azért, mert az egója, az mit láttatta vele, hogy ő a legszebb. Ezért nagyon nehéz kimozdulni, a, a, figyeljetek, a, a, a gazdag ifjúnak mit akarta be az üdvösséggel kapcsolatos látását, mert ő kérdezte meg, hogy hogyan üdvözületek. Elmondom mi. Az egója. Nem kérdezte senki, mit kezdett el mondani Jézusnak? Egész életemben jó voltam, nagy fiú voltam, okos fiú voltam, szép fiú voltam. Van egy film, annyira tetszik, Petsch még Robbie Williams játszotta, és akkor ugye ilyen parasz gyerekként bekerült az egyetemre, és az egyetemen, akik vannak, mindenki ilyen orvos családból jönnek. És akkor mondta, hogy apukájának PhD, QHB, DR, DR a négyzeten, tehát mindenféle, ugye vannak ma már olyan orvosok, hogy a, a neve Kis Gergő, de előtte van tíz mondat, mert PhD, agyuntus, docens, doktor, doktor, nagyon doktor, marhára doktor, tehát nem tudod a végére, és ha kihagysz egyet is a nevei közül, akkor egy kicsit ideges lesz, hogy hé, 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 a PHD kimaradt. E, és akkor ugyanúgy vitatkoznak, vitatkoznak, hogy ő ezt kapta, ő már általános iskolában ilyen versenyt nyert, olyan versenyt nyert, gimnáziumban mindent megnyert, stb. és akkor jön a az meg azt, mondja, azt mondja, hogy én második osztályba egy nagyon szép rajzomra kaptam egy nyuszis nyomdát. És akkor ugye a sok PSD nézi, hogy hát mit jelent az, hát itt mindannyian, hogy kerül ez ide közénk, ez a, ez a senki házi. És ugye így van az egoista ember, hogy azt mondja, hogy szétnéz, akármerre néz, mindenhol csak magát látja, miért, hát nagy az arc. Mindenhol csak magát látja, és nem érti, hogy a többi ember miért él. Egyáltalán miért betakarja, ezért az egoizmus miért, Pálapostól miért ezt tartja a legveszélyesebbnek, azért, mert az önző ember nem tud szeretni. Viszont ha nem tud szeretni, azt már tudjuk, hogy semmi esélye nincs az életkönyvől való bekerülésre. Ezért figyeltek lehet, hogy kemény leszek a gazdag ifjúval, de a gazdag ifjút mi választott el, hogy tudjon normálisan válaszolni Jézus kérdésére a saját egója. Mert abban a pillanatban, hogy a másik ember kellett volna lássa, nem saját magát, abban a pillanatban mit csinált? Föltette a kezét, és azt mondja, hogy én ezt már nem csinálom meg. Mit kér tőle Jézus? Adjál a másiknak. Ha hát neked is van, adjál. Zákeusnak miért lett üdvössége? Mert Zákeusta nem kérte, hogy adjál. Zákeus mit csinált? Magától elkezdett adni. Saját magától. És ezért ugye az egoizmus nem véletlenül az utolsó idők nagy, nagy hát ugye testvéreim, ma a világ minden országába ez veszélyezteti az emberi közösségeket. A közösségeknek nem csak az az oka, hogy meghal egy generáció, a közösség mindig akkor tud működni, ha nem egoista emberekből áll. Ha egy közösség csak egoista emberekből áll, azok nem tud működni az a közösség. Ma mi rombolja, mi a gyökere a közösségek bomlásának, nem csak az, hogy bejött az internet, nem csak a, hanem az a közösségek bomlásának azok, hogy az emberek lesznek önmagukat szeretők egy önmagát szerető ember kit tud a legjobban elviselni? Saját magát. Saját magát. Saját magát. És ez a gyökér probléma. A bűnnel ez volt a probléma. A bűnnel, figyeljetek, Isten csak alkonyatkol ment az emberhez az édenbe, és mit mondott az ember? Azt mondja az ember, hát ha olyan leszek, mint az Isten, akkor ezeket a délután négyes találkozókat, ezeket ki lehet Hát már menjen ez az Isten, hova akar. Meg ha olyan leszek, mint ő, akkor majd én mondom meg, hogy mit csinál. Majd én mondom meg, hogy milyen fáró leszik, és ez úgy végigfutott az emberen. És megborsózott tőle a hát, hogy de jó, akkor én is lehetek ilyen. És utána meg mit csinált? Röhögött a markába. Röhögött a markába. Nézd meg, azóta is ugyanezt csinálja, veled is ezt csinálja. Jézussal, Jézusnak mit ígért? Jézusnak azt ígérte, ha ezt megteszed, ha engem imádsz, ha... Ugye a sátán egy egoista, légy. Ezért ő milyen embereket tud termelni, egoista embereket tud termelni, nem másokat. Nem véletlenül mondja pár, hogy a legnagyobb probléma, hogy lesznek az emberek önmagukat szeretők. Miért történik meg egy házasságtörés? Hát azért, mert az ember, aki megtöri a házasságot, a saját magát szereti. Ha szeretné a másikat, akkor végig gondolná, hogy mit okoz annak. És ugyanígy vonatkozik ez minden másra. Nem gondolják végig az emberek. Miért van az, hogy az emberek dörgölik a szüleiknek? Mindenféle mocskot oda dörgölnek. Azért, mert nem gondolják végig. Hogy mit mondanak? Mert azt hiszik, hogy majd ők meg fogják tudni oldani, majd ők, majd ők, majd ők. És ezért nagyon fontos, hogy a gyökérbűn az mindig a, mindig az önzés, és nézzétek meg, hogy ebből mi lett. Jézus nem tiltani akarja, mert Jézus mondja, hogy nem tudom tiltani az indulatokat. Tehát nem lehetett tiltani az indulatokat. Tehát néztek a, a tanítványokban milyen. Figyeljetek, Jézus ö, megölése előtt vagyunk egy nappal vagy kettővel. És figyeljetek, Péterben még milyen indulat van. Gátlás nélkül lenyesi a fülét. Mondjuk vagy nagy füle volt ennek a katonának, vagy ügyesen kardozott. De gátlás nélkül levágta a fülét. Mire? És utána nem az volt, hogy térde rodjan Péter. Szerintem, ha Jézus nem fogja meg, mit csinált Jézus? Rákja a bát, hogy tedd vissza a kardot. Add vissza a kardot. Ha nem fogja meg, Péter gátlás nélkül levágja a nyakát is. Tehát az indulatot nem tudta bennük megszabályozni, hogy volt-e bennük, ha volt bennük indulat. Nem kicsi, hanem mire tanította őket? Szeretni tanította őket, mert azt mondja, hogy ha megtanul szeretni, az fogja legyőzni az indulatot. Ez kevés, hogy azt mondja, hogy ne tedd meg ezt. Ez kevés, ha neked azt mondja, hogy ne, ne hagyjál, enged. Tudjátok, ezek az ilyen vallásos predikációk, hogy és testvéreim, szeressétek egymást. Na, ettől te meg fogsz tanulni szeretni. Ez biztos. Vagy ezt ne tedd meg. És akkor így tudjátok, ha van hozzá egy kis ájtatosság, egy megfelelő ruha, akkor ez olyan jó hangzik. De ez nem így működik. Jézus azt mondta, hogy én ezt feladom, én nem tanítom meg őket, hogy mine legyenek indulataik, hogy voltak-e indulataik. Voltak indulataik. Voltak. Figyeljetek, Júdásban milyen indulat volt, aki ugyanúgy növekedett. Júdásban, Júdásban tudjátok, miért volt indulat? Mert nem értettem, Júdás nem azért, mert egy, egy romlott, mocskos, ilyen ember volt, hanem Júdás azt nem értette meg, hogy, hogy ő volt a pénztáros. És azt nem értette meg a pénztáros, hogy ha ez a Jézus ez mindent megtehet, meggyógyít, akit akar, megszabadít, akit akar, ez a hal szájából is pénzt talál, ez, 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 megetetjük az ötezer embert, akkor ezt az egész bulit, ezt miért nem fejlesztjük ki egy nagy KFTV? Miért nem csináljuk meg? Miért? Miért? Miért nem? Miért tolja ezt el magától? Miért nem megy ebbe az irányba? És Judás mit akart? Judás azt akarta, hogyha majd megszorongatják, csak figyeljetek, ha nem azt akarta volna, akkor az életben nem viszi vissza a 30 ezüstöt. Azért vitte vissza a 30 ezüstöt, mert rájött arra, hogy Jézus, amikor megszorongatták, akkor sem csinált mást. És ott azt mondja, Judás, elrontottam, de akkor már késő volt, mert nem jó helyre ment. Azt hitte, hogy visszaadja, tudjátok, ez olyan, mint beletaposol valakit a földbe, és utána azt mond neki, hogy visszaszívtam, ez kevés. Ha már beletapostad a földbe, akkor térdelj le mellé a földbe, és amennyi erővel beletapostad, úgy segíts kijönni onnan. És ha kijött onnan, na akkor majd rájössz bocsánatot kérni. De az nem elég, hogy bocsánat, és akkor maradj ott a sárba, hanem segíts kirángatni onnan. És ezért Judásban ez volt, mert figyeltek, ha ez egy vele romlott lett volna, hogy neki más volt az elképzelése, azt mondta, hogy megfogtuk az Isten lábát. Tizenketten mi leszünk a, 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 világon a, a telephely vezetők. De mi fogjuk majd irányítani, és csak semmi, és főleg amikor kilettek küldve, és még látták, hogy működik a hatalom is, tehát nem csak Jézus, hanem a rajtunk keresztül is. Hát azt mondta, hogy Judás ez ilyen. Hát figyeltek, ő egy pénzember volt. Ő mire akarta fordítani ezt a tehetséget? Pénzre. Az egész jelenet, a feletársaság sírt, amikor a 300 dénányi olyat lájöntötték Jézusnak a, 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 a lábára, fejére, mindegy hová. A másik társaság dühöngött, a, ez a nőtől elfogadja, és volt egy harmadik társaság, a Júdás, aki azt mondta, hogy hej, 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 gyerekek, ha ez befek... csak tudjátok, mit mondott, ugyanaz, mint ma. Ezért van nekem elegem a mai karitatív mozgalmak nagy részéből. Ugyanezt csinálják. Majd a szegényekre költjük, persze, miután kivizetted a saját költségeidet, meg busássan éltél. Ma a karitatív szervezetbe beadott 100 forintotból 30 ha eljut arra a célra, ahová akarják. Miért? Hát óriási apparátusok vannak. Óriási apparátusok vannak. Megdöbbenek sokszor az ukrán testvéreim, mondják, ott is vannak ilyen szervezetek, hogy, hogy és engem megráz ez, hogy ott vannak a, az ilyen halás előtt álló emberek, meg a beteg emberek, és közben ezek a karitati szervezetek az embereiket a világ különböző táján tartanak konferenciákat, és utaztatják őket. Több száz embert fölültetnek repülőre, és átviszik a világ másik tájára. Milyen pénzen termelnek ők pénzt? Nem termelnek azon a pénzen, amit tőled beszedtek a szegényre. Mert te miért adtad, ha tudtad volna, hogy ebből a pénzből elvennek és konferenciákat tartanak, akkor nem adtad volna oda. És ez egy óriási baj. Ez egy óriási nehézség. És ezért, drága barátaim, ölni különböző képen lehet, és ezt nekünk nagyon fontos, nagyon fontos, nagyon fontos Ezért Jézus nem tiltani akarta az indulatokat, mert az indulatokon nagyon nehéz uralkodni, ezt tudjuk mindannyian, hanem Jézus fordítva kezdte az ő tanításában, az volt az újdonság, hogy meg, elkezdte megtanítani az embereket szeretni. Mert tudta nagyon jól, hogyha megtanulnak szeretni, akkor az rendezni fogja az indulatnak a kérdését. Figyelj, ha megtanulsz szeretni, Észre se fogod venni, csak egyszerűen eltűnnek az indulatok belőled. Ezért ő másik irányból közelítette meg. Ezért, ezért mondta Isten, hogy, hogy, hogy miért halnak meg az emberek? Azért halnak meg, mert szeretet nélkül semmik. Ezt mondja az egykorint is, szeretet nélkül semmik vagyunk, semmik nem létezünk. Ezért a bűnbeeséssel megtört ez az Isten képűségünk, ugye milyen lények voltunk, szeretni tudó lényünk voltunk. A bűnbeesésnek ez volt a legnagyobb tragédiája, hogy megtört ez a, ez, a, ez a zsigerből jövő szeretni képességünk. Ez, megtört. És figyeljetek ma a legnagyobb küzdelmet. Te is azért folytatod, hogy szeretni tudjál, és emberként mi, mi esik az embernek a legjobban, hogyha szeretik. Figyeljetek, mind a két oldala szeretni, szeretni is nehéz, de az is kevés van, aki engem szeret. Tehát mindenki, egy embert, ha megkérdezel, ma a legjobban szerintem az hiányzik, hogy, hogy nagyon érdekes, hogy, hogy így a vállás kapcsán olvastam ilyen statisztikákat, és amerikai gyerekektől a 80-as években megkérdezték, hogy mi az, amit a legjobban szeretnének. És figyeljetek, nagyon megdöbbentő, úgyhogy ugye nem beszéltek össze, a legtöbb gyerek azt mondta, azt szeretnék, hogyha egy apukájuk lenne. Csak megdöbbentő ez. Mit mondtak ezzel a gyerekek? Azt mondták, hogy nekem egy bőven elég. Anyának lehet, hogy kell kettő-három, de nekem egy bőven elég. Csak az szeressen. 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 És ezért az ember, az öngyilkosságok nagy része. Miért történik? Elvetettség. Nem szeret senki. A mai depressziós betegségek, amik már überelik az érrendszeri, meg a szív, meg a rák, meg minden betegséget. Tudjátok mi, az, mi a gyökere? Engem nem szeret senki depressziósá válnak az embereketől. A szeretet hiányától depressziósá, depressziósá válnak. Ezért ugye, ezért, ezért, nagyon fontos, hogy Jézus nem tiltani akarta ezeket, hanem meg akarta tanítani az embereket. Mindenki szeretetre éres testvéreim. Tudjátok, ez olyan, az Isten nagyon szeret minket, és ugye nekünk, ha nincs erőforrásunk, az erőforrásnak különben a szeretetnek kell lenni. Nagyon sokszor a karizmatikus mozgalomban azt hitték, hogy az erőforrás a démonűzés. Nem a démonizés az erőforrás. Nem a, a, az ezerórás órás imaalkalmak, nem a 200 napos bőtök az erőforrás. Egy hívő embernek egyedüli erőforrása van, az a szeretet. Nem más az erőforrása. Jézusnak az egyedül erőforrása a kereszten, nem használta ki a hatalmát, egyedül erőforrása az volt, hogy ki tudta mondani, hogy bocsáss meg nekik. A szeretet volt az erőforrása. Tesszereim, ez... Ez ez a forrás, ez egy érdekes, érdekes kérdés, és nekünk sem lehet más a forrásunk, csak képzeld el, hogy van egy sötét szoba, ebben, a, ebben ha én felkapcsolom most, ha ezt nem kapcsolom le, mert akkor elmegy minden, de ezt én lekapcsolom, ezt a lámpát. Lekapcsolom, és oda, melyik a kapcsoló és felkapcsolom. És ti fölálltok, és azt mondtátok, hogy dicsőség az Úrnak, az oli áramot csinált. Akkor ti tévedtek. Én csak felkapcsoltam a villanyt. Ahhoz, hogy áram legyen, ahhoz hány szereplőnek, figyeljetek még az én fölkapcsolásomtól eljut odáig, hogy ez, 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 ez kigyullad ez a lámpa. Hány szereplője van? Rengeteg szereplője van. Rengeteg szereplője van, és ilyen az önzés. Ha én azt hinném, hogy fölkapcsolom a lámpát, és megkérnélek benneteket, hogy mindenképpen ünnepeljetek, mert azért én világosságot csináltam. Sőt, ha én eldugnám azt a mocskos kapcsolót, ami ott van a függöny mögött, és ti nem tudnátok, és itt keresnétek, hogy hol van, és én meg ezt csak bejönnék, és fölkapcsolnám. Akár még pásztor is lehetne belőlem. Sőt, talán még főpásztor is. Miért? Hát én csináltam villanyt. De én csináltam? Hát nem én csináltam. Hát egy csomó ember közreműködött. Mennyi közön volt nekem ahhoz, hogy én tudtam, hogy hol a kapcsoló. Benneteket meg át tudtalak verni. És te de jó, csinált világítást. És ezért ilyen ma, ilyen ma az önző ember, és ez egyszerűen kizárja, ezöli ki az emberből a szeretetet. Ma mindenki azt hiszi, hogy ő csinál villanyt. Nézzétek meg, Nabukodnon mit hit. Aztán utána mi lett az eredménye? Bú! Ez lett a következménye. Isten jelzi ezt előre. Ezért, testvéreim, nem tűnt el, tudjátok, az okozza a legnagyobb szörnyűséget, hogy nem tűnt el belőlünk a szeretet, ott van az nyomokban, csak egyszerűen nem tudjuk rendeltetésszerűen használni. Mert az a fölborult a tervrajz. Mert ott van nyomom, mert az az éjsége a szeretetnek ott van. Hát az minden emberben ott van, hogy jaj, de jó lenne, szeretnének. Jaj, de jó lenne. Hát mire eljutunk az agapéig, addig majdnem beledöglünk. Mire azért tudok, mire mindegy, hogy mit csinálsz, akkor is szeretlek. Mert ezt így Isten tiszteleten ki tudjuk mondani, hogy mindegy, hogy mit csináltuk, akkor is szeretlek. Aztán hétköznapokban elkezdesz nekem keverni, kavarni, lehet, hogy már szerdán mást mondok. Mert addig az agapé szeretetig el kell jutni. Az nem úgy működik, hogy csak majd csak döntök egyet és eljutok, és ezért Jézus szeretni tanította. A figyeljetek, szinte unalmas volt a szolgálat, ezt most nagy időzőjebből akom. Mert minél szolgálatának az volt a lényege, hogy szeres. Mindegyiknek a, mindenből azt hozta ki, hogy szeres, szere, mindenből ez, ez lett a lényege. És ezért ez fontos dolog, mert a bűnnek a, a, a a, a, a gyökerét, azt itt lehet itt lehet meg, itt lehet uh, itt lehet, lehet uh, uh, kihozni, és itt lehet megfogni a bűnt. Ezért, testvéreim, büntetésekkel, szankciókkal szeretnék ma az ölés problémáját megoldani. Néztek meg a világi bíróságok, hány ezer éve próbálják az ölés problémáját megoldani. Büntetésekkel, szankciókkal. Hány olyan ember van, aki kiengednek megölt valakit, kiengedik 20 év múlva a börtönből az első útja. Az első útja, hogy megöl valakit. Tehát ez mit jelent, hogy nem lehet a szankciókkal? Ha szankciókkal lehetne elejét venni. Nem lehet a szankciókkal elejét venni, ezért ugye az isteni tervrajz egészen mást mond, nem a szankciókat. Mi büntetésekkel, szankciókkal szeretnénk az ölés problémáját megoldani, de ez fennáll mind a napig, mert rossz a megoldási módszerünk. Eltértünk az eredeti tervrajztól, mert amikor még az ember szeretett, Éva nem tudta volna megölni Ádámot, és Ádám se tudta volna megölni Évát. Káin már miért tudta megölni Ábelt? Azért, mert már belépett a bűn és kiment az a az a alapszeretet az emberből. Figyeljetek, Filippi 2 ott mit mond, mire kell törekednünk, hogy a bűnöink visszahullanak a fejünkre, amilyen a hozzáállásunk a másikhoz, olyanok lesznek felénk is. A Filippi 2 mit mond, azt mondja, hogy ugyanaz az indulat legyen bennetek, mint ami Jézus Krisztusban volt. Figyeljetek, itt nem azt mondja, hogy ugyanaz a szeretet, mert az addig az el kell jutni, de azt mondja, hogy az indulat, Legalább a szándék. Pálapostól ezt mivel egészíti ki? Változzunk el, ami elménynek a megújulása által. Hogy tudsz te tenni, azt nem tudod megcsinálni, hogy átkapcsolsz egy gombot, és holnaptól szeretsz. Vagy az ilyen félkamu szeretet lesz. De azt meg tudod csinálni, hogy az indulataidat szabályozod. Azt meg tudod csinálni, hogy a gondolkodásmódodra törekszel, hogy megváltozzon, hogy más lehet. De amikor az ember csak azt várja, tűtike, ugye, töltsd belém a szeretetet, na addig álljál egy lábon. Ez nem így működik, és ezért mondja, hogy ugyanaz az indulat, az indulataidra vagy ráhatással, a, a saját gondolkodásodra vagy ráhatással. Ugye egy nagyon érdekes dolog, amit felvetnek majd ugye a jelenések könyvével, a pecséteket most meg fogjuk nézni, és ugye a hatodik pecsét előtt van egy egy köztes, van az ötödik és a hatodik pecsét között van egy köztes állapot. A köztes állapot az arról szól, hogy Isten elpecsételi az övéit. Majd ezt meg fogjuk nézni, hogy mit jelent ez az elpecsételés. És ugye van egy másik pecsételés is a Bibliában, azt a fenevad csinálja ezt a pecsétet. Ő is elpecsételő az övéit. Szeretném elmondani, hogy nagyon párhuzamos ez az egész. Nem véletlenül a Biblia az jelenések egy párhuzamos szerkezet, mert az ördög figyelő, hogy mit csinál az Isten. Egyetlen egy baj van, hogy az ördög mindig le van maradva egy lépéssel. Ez a előnyünk. Az Isten elpecsételi, és utána jön a fenevad bélyege. Miért mondom, hogy a Covid még nem a fenevad bélyege? Elmondom, hogy miért, mert még nem úgy érzem, mit, mit jelent az elpecsételés. Az elpecsételés az azt jelenti, mint ami a pusztában volt, hogy tulajdonképpen Isten a magáinak tulajdonít, deklarálja, hogy az övé vagy, mert aki már rányomja a pecsétet, az mondja, hogy az övé vagy, és utána mit csinál? Tűzön, vizen át, megtart téged. Ez történik, ez az elpecsételés. Mikor ezt látja az ördög, akkor mit akar? Ő is gyorsan el akarja pecsételni az övét. Hát, hogy ő sem maradjon azért ember nélkül. És nagyon érdekes dolog, hogy ugye itt próbálják megfejteni azt mondja, hogy homlokodra nyomja a pecsétet, meg a kezedre nyomja a pecsétet. És ugye ezen gondolkodunk, hogy ez mi lesz majd, milyen csip lesz, stb. Nagyon érdekes két dologot a Biblia jelképekbe gondolkodik. Ahhoz, hogy ezt a több ezer évet túl, túlélje a szöveg, az csak a jelképek miatt, a jelképekkel lehetséges. A homlokodra nyomja az mit jelent? Az, hogy az Isten mit mond Róma levélben Pál keresztül, változatok elati elméteknek a megújulása a hít cselekedetek nélkül halott. Tegyétek meg az Isten cselekedeteit, amit az Isten rátok bíz. Mi két dolgot említ, az ördög ugyanezt utánozza le, amikor a homlokukra nyomja a bélyeget, az nem azt jelenti, hogy lesz egy ilyen hatalmas, nagy ördögi szarva homlokukon, vagy a kezükön, hanem azt jelenti, hogy a pecsét az mit jelent, két dolgot fog megváltoztatni. Az embereknek ördögivé teszi a gondolkodásmódját, ezért a homlok, ugye az elmét, a gondolkodást jelképezi. Ha megnézitek a mai ember gondolkodásmódját, már csak nagyítóval tudod megnézni, mert azt lehet mondani, hogy a mai ember az a homo sapiens, gondolkodom, tehát vagyok, az már ma azt jelenti csak, hogy vagyok. Mert már ma az emberiség jó nagy része már nem is gondolkodik. A gondolkodás maradt el. Majd a tévé megmondja, majd az újság megmondja. És a másik a keze, az micsoda, ugye, hogy a kezeikre, az pontosan azt jelenti, hogy lebénul, tehát a csele, nem tudják cselekedni az Isten akaratát, hanem az ördög a cselekedeteiket is be fogja nyelni. Ugye mikor leszek én az Isten, én elmondhatom, hogy hívő ember vagyok, de az én hitem cselekedetek nélkül hallotta. A cselekedeteket a Biblia jelképesen mihez köti? A kezethez, a lábadhoz köti a cselekedeteket. A gondolataidat mihez köti? A fejedhez. Ezért nehogy azt higgyétek, hogy egy óriási sátani jel lesz majd a homlokukon, meg a kezükön, hanem pontosan az lesz, hogy ahogy Jézus azt mondja, hogy kik az én nyémek? Jézus lerögzíti, hogy kik az én nyémek. akik hallgatják és cselekszik az én beszédemet. Kik az ördögé, akik hallgatják és cselekszik az övéit. Tehát ugyanúgy lesz egy elpecsételés. És ezért, ezért ugye nekünk nagyon fontos, hogy az ember e, nem mindegy, hogy hogyan gondolkodik. Ezért Jézus azt mondta, hogy a megoldási módszer, a megoldás az a gondolkodás. Az ember kettős énnel rendelkezik, ezt tudjuk, van egy bűnös éne, ugye ami a Golgotán szabadságot nyert, és van egy űj éne. Erről a legjobban a pálapostoltól tudtok olvasni, aki azt mondja, Pálapostól mondja el, nagyon szépen leírja, hogy akarom csinálni, de a másik nem engedi. És azt mondja, hogy ez egy óriási tusa, hogy most nem tudja, hogy mi lenne a jobb. És ugye ilyen az ember, hogy egyszer az egyik erősebb, egyszer a másik erősebb. Jézus mit mondja, hogy miért tanulj meg szeretni? Azért, mert a szeretet nem a testi, nem az egódat erősíti, hanem az a szellemi lényedet erősíti. És ezért ugye a bűnös én, hála Istenek, ugye Jézus mit váltott meg a Golgotán? A bűnös énünket váltotta meg a Golgotán. Az indulatok azért veszélyesek, mert tetteké válnak, hogyha nincsenek kezelve. Ezért mondja, hogy ne menjenek le a nap úgy, hogy indulatosan haraggal, mert az indulatok mindig cselekedetek és tettekké válnak. Ha te indulatos vagy egy másik emberre, és ezt nem rendezed, időkérdése is pofán vágod. Időkérdése. És a mai világban már nagyon rövid időkérdése. <laughs> Ma már kiszállnak az emberek az utcán, a kocsiukból, és ott üt meg. És nem érdekli, hogy mi a következménye pillanatok alatt az indulatok cselekedetté tettek ki, tudnak válni. Ezért ugye hová tudod te, hogy tudod te elkezdeni ezt az egészet, ha nem tudsz szeretni, úgy, hogy ne menjen le a nap. Azt meg tudod tenni, tudod nagyon jól, hogy kiken gyalogoltál át napközben. Hát legalább napvégén menj oda hozzájuk, és mondanék, hogy bocs, ne haragudj. Mikor összeugrunk a feleségemmel, és emlékszel, hogy mi korán fekvők vagyunk, és lefekszünk korán, és akkor van az a kínos csend. Ő néz az egyik felé, én nézek a másik felé. És akkor ez a, ez a, ez a kínos csend. Őt is zavarja, engem is zavar. Ö, ő sokkal tovább tud hallgatni, és engem már a végén nem is az zavar, ami történt, hanem az, hogy ő miért hallgat. Csak néztem, hogy hol vagy, de látom, itt vagy, jó van. Úgyhogy nem a hátad mögött beszélek. És, és nagyon érdekes, hogy mindig figyelem, és, és ahogy szinte órára pontosan figyelem, hogy, hogy, hogy éjfél előtt még egyszerűen, vagy elkezdem böködni, ugye most röhög, mert tudja, tehát vagy elkezdem szurkodni, valahogy kiprovokálom, hogy, hogy valahogy jussunk el odáig, hogy beszéljünk. És hogy a beszéd közben, és akkor, a, és akkor az, az tud úgy végződni, hogy akkor, ha, akkor jó, akkor rendeztük ezt, a, ezt az ügyet. Mert valahogy az emberben ez bele kell ivódjon, hogy, hogy ne enged, mert az indulatok tettekké fognak válni. Ezért mondja Jézus, az ölés nem úgy van, hogy úgy születtél, hogy gyilkos Ferencnek hívnak, és akkor ezért egy gyilkos leszel, hanem onnan jön, hogy az indulatokból jön. És ezért mondja, hogy ezeket csak így lehet, csak így lehet legyőzni. Ezért ugye a parancsolat, a neői parancsolat, az tulajdonképpen az életnek a védelme. Ha jön az indulat benned, hogyan tudod legyőzni, úgy tudod, hogy annak az ellenkezőjét próbálod megtenni. Tudatosan figyelsz rá. Ha fölmész a buszra, fölszállsz a buszra, és azt mondod, hogy az összes Mocskos embert ledobálnád erről a buszról, mert annyira idegesítenek téged, akkor ezt hogy tud ellensúlyozni te, nem úgy, hogy mindegyikkel megismered és meghívod vacsorára, hanem úgy, hogy valakinek átadod a helyedet. Tehát valami ellenkezőt teszel. Ha érzed, hogy a boltba hátulról lököd a nyugdíjas néni a kosárral, és már rég nem nyugdíjas sáv van, hanem már, már egyszerűen csak lököd, akkor arra két lehetőség van. Vagy főúzod magad, és otthon valakit, mert ugye van olyan is, hogy az indulatokat mástól szerzed. Mikor hazamész, az otthoniak aratják le ennek a gyümölcsét. Hát hányszor van ez? Nem valaki főzza az agyadat a munkahelyeden, és otthon akkor Isten mentse, aki eléd áll. Gyerekek, ha ügyesek, akkor szokták nálam pillanatok alatt elterjedt a hír, apa zabos. Az azt jelenti, hogy senki nem jött le. Szobájába vacsorázik, csöndbe, ágy alatt, stb. mindent megír, leckét, sár, Miért? Hát nehogy beleszaladjon, mert tudja, hogy akkor akármit csinál, teljesen mire. Ha egész nap bosogatott, akkor is találok benne hibát. Mert így jöttem haza. De ez én vagyok a hibás, ezért nem ő, csak az áldozata ennek. És ezért nagyon-nagyon fontos, hogy a szeretetet hogyan tudod, hogyan tudod ezt gyakorolni, hát úgy, hogy megpróbod az ellenkezőjét tenni. Ha sokszor van olyan indulatod, hogy milyen jó lenne levágni az összes embernek a fejét, akkor tegyél jót. Próbáld meg elkezdeni cselekedni, mert azt, hogy a cselekedet nélkül a halott, azt figyeljetek, hogy nem fog megbátodni az ember, hogy hiszem, hogy szeretek. Jézus nevében nagyon hiszem, hogy szeretek. Szeretetlenség démona hagyj el engem, és akkor ezt mantrázza az ember. És közben, amikor fölmész a buszra, akkor is szeretetlenség, és ülsz a helyeden. Ott áll négy terhes anya, hat mankós néni, öt gipszel, mit gipszelt lábú, és te meg ülsz az egyedül ülsz a helyen, és, és azt mondja, megvallom, hogy szeretem az embereket. Jézus nevében, dicsőség az Úrnak. Nem szereted? önző majom vagy, hanem amikor fölállsz, nem mantrálsz, állj föl és add át. Nem tudod az összesnek átadni a helyedet, de egynek át tudod adni. Tehát rajtunk múlik, hogy el akarjuk ezt kezdeni. Miért nem tudunk szeretni? Hát nem akarjuk elkezdeni. Meg kell tenni az első lépést. Én nem kérek tőle, ismeritek ezt, én biztos nem kérek tőle bocsánatot, nekem van igaza. Ismerős, gondolom. Hát angyal vagy, ha nem ismerős. Ha ember vagy, ismerősnek kell, hogy legyen. Ilyenkor mi a lényeg? Mi, mi, megy a csata, hogy te le tudod-e győzni? Mert mi az agápé szereted, hogy te le tudod-e győzni a te igazságot? Itt már rég nem arról szól, hogy kinek, persze lehet, hogy neked, biztos, hogy neked van igazad. De akkor sem erről szól, hanem hogy le tudod-e ezt győzni, és oda tudsz emelni, hogy figyelj. De ne úgy, hogy figyelj, tudod te is, hogy nekem van igazam, de ez szóval a ne így. <laughs> hanem oda és azt mondod neki, hogy figyelj, engedjük ezt el, nincsenek semmi értelme, ne haragudj. De arra, hogy ez tök, tök értelmetlen ezen tovább menni ezen a nyomon. Értsétek meg, hogy ezeket a lépéseket meg kell tenni. Ugyanígy működik minden szenvedéllyel, minden bűnnel, ugyanígy működünk, hogy úgy, úgy nem megy, hogy mi nem teszünk érte semmit, vagy az Isten kisöpri belőlünk. Ez volt, tesőreim, ezt gyakoroltuk mi, nagyon sokáig karizmatikus mozgalomban mindent elűztünk. Szeretetlenség szelleme, takarodj tőlem! És olyan bátran ültél a buszon, Mindegy, hogy a nyugdíjas járat volt, akkor is, de a szeretetlenség szellemet akarod. Tehát, ha a nyugdíjas hátulról lököd a kosáról, buszávon kívül, akkor egy megoldás van. Enged előre. És akkor te őt. Vagy elengeded? Enged előre. Lép meg ezt. Meddig tart? Öt percet később érsz haza. De tettél egy lépést a változásra. Ha nem akar fölhívni a másik, mert, a... és tudod, hogy neked végül... hív föl, hív föl. Hidd el, hogy ő neki szárad ki előbb a szája, nem a tiét. Mert nem fogja érteni, hogy miért hívtad föl. Meg kell tennünk ezeket a lépéseket, és Jézus mit tanított, figyeljetek? Én most ugyanazt mondom el, azt mondja, hogy ha az ellenséged, azt mondja, hogy tegyél jót vele. Nem értették azt, hogy nem á. Hát most, oké, okay, jó, az, de ezzel a ez, ezért én biztos nem teszek jót. Hát ez megélett a pusztulásra. Istenem, hozzunk letüzet az égből, mondták Jézusnak. Jézus mit mondott nekik? Hát fiúk, én nagyon csodálkozom, hát én honnan szedtétek ezt a szellemet, mert hogy nem tőlem, az biztos. Azt mondták, hogy miféle szellem van bennetek. Na, hogy nem az énjém, az teljesen biztos. Isten alkulja, Ábrahám ugye miért volt közel Istenhez? Fiatek, abban a több százeres városban lealkutta tízre a bulit. Tízre lealkutta. Há, az a baj, hogy nem volt. Tudjátok, miért nem lett lejjebb az Isten tíznél? Mert olyan nagy kellemetlen lett volna, a lótról is kiderül, hogy ő se az. Így legalább Ábrám tudott érte imádkozni. És kinek, ki miatt menekült meg? Ábrám miatt. Ábrám miatt. Dicsőség ezért az Úrnak. Úgyhogy ezért Jézus szeretni tanította meg az embereket. Mit tudunk tenni az életért? Minden alkatrészből épül föl, az élet is egy alkatrészből épül föl, és egyszerűen azt tudod tenni, hogy ezeket az alkatrészeket megpróbálod berakni a helyére. Semmi más nem tudsz. Ha azt mondja Isten, hogy a rosszat jóval győz meg, akkor jóval győz meg. Akkor akármilyen undok a munkahelyen, próbálj vele jót tenni, vegyél neki minden reggel egy szendvicset, vagy mit tudom én, egy fornettit. Nem tudom, mit vegyél neki, takarítsd le az íróasztalát, stb. 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 Tesséreim, én az irodából dolgozom, mindig azt csinálták, hogy mindig, mindig, a lényeg az az, hogy valahogy úgy volt, hogy mindig én mosogattam el. És egy ideig kart ki volt. Mondom, itt kidobálom a tányérokat, nem lehet enni. Valamilyen tiltással megpróbáltam ezt, ezt, ezt megoldani. És óriási veszekedések voltak. Óriási veszekedés. Miért kell mindjárt azonnal elmosogatni? Még, 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 a, még eszek a tányérból, de, de, ez nem volt igaz, csak hát ugye mindenki kisarkította a maga, maga, dolgát. És egy idő után rájöttem, hogy nem szólok. Rájöttem, hogy nem szólok, mondom, hát most nem tart sem, ott van két tányér elmosogatom. Aztán öt tányér lett, hat tányér lett, á, elmosogatom, elmosogattam, mindegy. WC-be ott maradt a barnacsik, valami mondom, nem megyek be Azért van a WC-ke letakarítom, kész. Soha? És, és ráálltam erre. És kigyétek el, hogy ez megváltoztatta a gondolkodást. Úgyhogy úgy, nem a tiltás változtatta meg, és nem a harc. Miért? Ez kellemetlen volt? Persze, hogy kellemetlen volt. Hát mindig az járt az eszembe, hogy hát, na aztán én aztán szép kis ügyvezető vagyok, itt pucolom a, a dzsúvás vécét, meg a mosogatom a hülye tányérját, stb. Ebből is ki lehet indulni, és ebből is indultam ki. Igazi jó ember voltam. De rájöttem, hogy ez nem hoz megoldást. Nem hozott megoldást. Féljetek, az az idő, amit vitatkozással volt, hogy órákat vitatkoztunk, hogy te neked kellett volna elmosogatni, stb. Három perc volt a legtöbb tányér is, amit el kellett mossak. Időt nyertem, energiát, hajszálokat spóroltam, nem lett annyi ellenségem, stb. stb. Jézus nem véletlenül mondta. Azt mondja, hogy mindegy, hogy neked van igazad, addig egyez meg a másikkal, még nem visz a bíró elé. Mindegy, hogy neked van igazad. Mert a bíró, ha rosszul ébred, lehet neked igazad. Úgy elkaszál, hogy azt se tudod, hol vagy. Mert ilyen napja van. Kész. Én például, amikor jártam tárgyalásokra, utáltam, amikor 11 órára volt az időzés. Miért? Mert tudtam, hogy fél 12 től éhes lesz a bíró. És tudtam, hogy felgyorsítja a tárgyalás menetét. És akkor azt mondja, jó, 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 jó gyorsabban, gyorsabban, fiatalember. Hát de nem tudom, gyorsabban meg akarom védeni az igazamat. Nem merte kimondani, hogy kiül ki káposzta. De gyorsabban, gyorsabban, és akkor már láttam, hogy nem figyel oda már. Jó, akkor szünetet rendelek el, stb. Most elrendelnek fél óra szünetet. Nem tudom ugyanazzal a hével védeni az igazamat. Ő pedig nem tud odafigyelni, mert a vér lemegy az agyából, a gyomrába, hogy földolgozza a spenótot. És kész. És figyeljetek, én apró dolgokon lehet elbukni egy pert. Nem az igazság. Már régóta mondom, hogy nem igazság van, jogszolgáltatás van. Épp ahogy kijön a lépés. Ha szerencséje van, jó napja van, a férje ő, szereti, a gyerekei ötöst hoztak, ó, testvérem, olyan pert is megnyerhetsz, amiben semmi igazad nem volt. De szóval így működik. Sajnálom, hogy így működik, de hát egyszerűen, ö, egyszerűen így működik. Ezért ugye nem véletlenül ez a ne parancsolat, ezért, ezért figyeljetek erre oda, mert nagyon-nagyon különböző képen, nagyon-nagyon különböző képen ö, tudunk ölni, és ezért nagy vita van, figyeljetek itt csak néhány dolog, amire már nem lesz időm, csak felvettem a kérdést, hogy gondolkodjatok el rajta, ugye, hogy az élet történetén ö, még lehetne beszélni, például beszélhetnénk az abortuszról hogy milyen esetben jogos vagy nem jogos az abortusz, ez is egy érdekes kérdés, csak felvettem ugye, a szerb háborúba megerőszakoltak, bementek egy apác az árdába, és a szerb katonák megerőszakoltak 50 apácát. És az 50 apácából valami 40 terhes lett. És írtak a pápának egy levelet, a 40-ből, mit tudom én, 10, hogy ők el szerették vetetni ezt a gyereket, mert ők nem bírják meg szülni. Ők, 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 végig az a, annak a katonának az arca lesz egész életükben a szemük előtt pápa visszaírta nekik, hogy nem lehet ilyet csinálni. Csak gondolkodjatok el rajta, hogy, 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 akkor nagyon nagy viták vannak, nagyon nagy viták vannak a halálbüntetésnél, hogy nem lehet megölni egy ember, de annak az embernek meg lehet ölni 71 embert. Itt van ez a norvég csávó, aki most luxus börtönkörülmények között tölti le az életét. Mert mindig beperli a norvég börtönt, hogy hiányzik a tévé, a rádió, a nő, a férfi, mit tudom én kinek mi. És 71 embernek tette el láb alól az életét. Szüntette meg az életét. Óriási vita ez, egész Európában óriási, egész világon óriási. Az Egyesült Államokban milyen óriási vita? Az egyik államban van halálbüntetés, a másikban nincsen. Ez egy óriási vita, testvéreim. Óriási vita, a keresztények között háborúba lehet-e ölni? Ugye itt az ölés kérdése, hogy milyen, milyen, milyen vesz-e önvédelembe, jogos önvédelembe. Mert ugye az ölésnek is van több vajtája, van az előre megfontolt szándékból szándékosan elkövetett emberölés, van a gondatlanságból elkövetett emberölés, és van olyan emberölés, ami véletlen. Tehát most én otthon ülök, értitek, ügyvezetőként, és valaki leesik a tetőről az építkezésen, lehet, hogy soha nem voltam az építkezésen, de engem vannak felelősségre. Én lehet, hogy odattam a sapkát, odattam a korlátra, a pénzt, minden odattam, de leesett a tetőről. Miért esett le a tetőről? Mert mondjuk a másikkal bohockodott. Én megyek a börtönbe. Ezeken el lehet gondolkodni, hogy akkor melyik ölés, vagy a háborúnál egy óriási kérdés. Ugye rengetegszer volt, hogy keresztény nem veszi föl a fegyvert, mert nem öli meg a másikat. Az ölés nagyon messze, ez, a, ez, a, ez az egy szó, hogy ne ölj, vagy ez a két szó, ez nagyon messze tud elvinni bennünket. És azért zászoként arra hívom fel a, 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 a figyelmeteket, ugye és akkor még nem beszélve az arányosság elvéről, a Biblia is volt gondatlanságból elkövetett. Hogy az arányosság, ha nekem levágták az ujjamat, akkor én nem vághattam le a fejét. És ezért nagyon sok ilyen téma van, amiről lehetne, lehetne, még, lehetne még rengeteket beszélni, de azt tudom nektek mondani, hogy Isten ezt a, bőr, ezt a törvényt nem azért adta, mert mindenki gyilkosnak feltételez, hanem azért adta, hogy megtanuljuk, hogy a legfontosabb dolog az életnek a védelme, és az minden embernek joga van az élethez. Minden egyes embernek joga van az élethez, attól az embertől, akitől elveszik az életet, annak az embernek, annak az embernek egyszerűen elveszik a jogát az élettől. Ezért nekem meggyőződésem, hogy azoknak, akiknek kioltják az életüket, azoknak Isten visszaadja az életüket. Már nem itt a Földön. Miért? Mert ők az életükkel nem tudtak rendelkezni. Mert egészen más, azt mondod, hogy engem nem érdekel, az Istentől kapott életem, és úgy akarom leélni, hogy akarom. Ez a te döntésed. De amikor neked kiolták az életedet, akkor nem te mondtad azt, hogy nem akarsz az életeddel élni. És ugye nagyon sok felmerül ebbe a kérdés, akit megöltek, meggyilkoltak. Ö, ö, én meggyőződésem, hogy az abortusztban elvett kisgyerekek, azok mind ott vannak az urnán. Mert Isten az életet egészen máshonnan tekinti. Teljesen másonnan tekinti. Ezért van, ezért ugye a legrosszabb a szándékos ö, ö, gyilkosság. Ugye a, a szándékoson belül is van két különbség, hogy szándékos, de nem előre megfontolt. Mit jelent a szándékos? Hát az, hogy mondjuk rajta kapod a, a, az uradat vagy az asszonyodat valakivel. Nem úgy mentél haza, te úgy mentél az, hogy meg fogsz vacsorázni. De emberülés volt, de nem szándékos, hanem hirtelen felindulásból. Ki tudja, hogy hová a kést, akkor másra használt az ember. Tehát nagyon érdekes dolgok, el lehetne a neülésről vitatkozni. Nem véletlenül a Mózesben is ugye a, a nem szándi, a, a, a véletlen vagy könnyelműségből elkövetett emberölés egészen, egészen más sztori. Ugye nem véletlenül ma már ezek egész válfajai vannak, mobiltelefonozol és átmész a piroson. Te nem gyilkos vagy, te nem úgy születtél, nem úgy álltál meg, hogy megölsz valakit. De ugye mi okozta azt, nem vetted észre, hogy ment egy gyalogos és sorolhatnám tovább. Tehát nagyon messze visz, nagyon érdemes ö, ezzel gondolkodni, én csak, ö, csak bedobtam a köztudatba, hogy tulajdonképpen a neő az azt jelenti, hogy egy hatalmas kijelentés van benne, és Isten arra akar bennünket megtanítani, hogy az életnek a tisztelete az fontos tudni, az életnek a tiszteletét. Fontos, megtanulja az embernek, hogy az élet tisztelete az mindenkinek, mindenki felé megjár, és ezért mondtam, hogy ha nem tudunk tisztelni, miért az első parancsolat volt a tisztelet, ha nem tudunk tisztelni, akkor nem tudjuk a másikban az életet se tisztelni. Tudjátok, hogy hány ilyen gondolat van az emberekben, hogy alig várják, hogy valaki meghalljon, hogy hozzájussanak egy örökséghez. Egy, kézzel, mikor a gyerek alig várja, hogy a szülei meghalljanak, mert hozzájussanak egy örökséghez. És tudjátok, hogy rengeteg ilyen van. Rengeteg ilyen van. Kézzeljetek el, hát itt tulajdonképpen, amikor te alig várod, hogy valaki meghaljon, az mit jelent? Úgy gondolkozol a másikról, úgy beszélsz a másikról. Meg lehet ölni. Hát nem véletlenül az egyház erre jött rá, hogy nem kell ahhoz. Figyeljetek, az inkvizítorok, a mai inquizit, ma, ma is vannak inkvizítorok. És tényleg ezzel zárnám. A régi inkvizitorok mivel voltak, ha lehet ilyet mondani tisztességesebbek? Hát oda mentek, megkínosztak, tudtad, hogy ki az. Ma itt tudod, mit csinál? Rájöttek arra, hogy a szavakkal, rájöttek arra, hogy az imákkal, rájöttek arra, hogy a gondolatokkal lényegesen jobban ki lehet csinálni a másikat, és még azt se tudod, hogy ki az. Még azt se tudod, hogy ki az. Rengeteg embernek el lehet, rengeteg ember lehet. Tudjátok, ma találkoztok biztos is is ilyenekkel, rengeteg embernek szét van zúzva a személyisége. Vagy szétzúzták már a családjába, vagy szétszúzzák, milyen, mikor egy munkahelyen például rászállnak valakire. Széttörik, szétzúzzák. Egy családba rászállnak valakire. Bárhol szét lehet zúzni a másiknak a személyiségét. És testörem, egy szétzúdott személyiség az egyelő a halállal. Az az ember nem lesz már többet ugyanaz az ember. Mert Isten mindegyünket felruházott egy személyiséggel, egy jellemmel. És Isten azt akarja, hogy a te jellemet tisztuljon meg, a te személyiséged. Nem kell ahhoz neked elveszteni. Onnan tudod, hogy vallásba topogsz hogy azt várják el tőled, hogy veszítsd el vesz azt, ami vagy. Viselkedj másképp, viselkedj életellenesen. Te nem, ne viselkedj másképp, legyél az, aki te vagy. És azt majd meg fogja szentelni az Isten. És ma így teszik el emberek, szülők a gyerekeiket, gyerekek a szülőket, Borzalmas dolgok történnek. Én ide írtam, csak nem akarok itt horrorfilmet játszani a végén, írdatlan mennyiségű példát írtam, csak azokból, csak azokból, amik hozzám eljutottak információk. Csak képzeljétek el, hogy egy, egy olyan, olyan embernek megmagyarázni, hogy szeresse a szülőjét, akinek a szülője eladta prostituáltnak. Nagyon nehéz. Ebből, a, ebből, figyeljetek, még egy egészséges emberként is nehéz megtanulni, szeretni. De kézzel egy olyan háttérben, amikor apád meg anyád 13 éves korod óta mondjuk eladott, és abból éltek, hogy te árultad a testedet az utcán. És utána jön egy prédikátor, és azt mondja, hogy tiszteld apádat és anyádat. Ezek az emberek csak akkor tudnak tisztelni, hogyha megtanulják azt, hogy őket mennyire szerette Isten. És testvéreim, ehhez nem gyülekezetbe kell járni, hanem ez, 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 egyszerűen elengedhetetlen Istennel találkozni. Elengedhetetlen Istennel találkozni. Ezért a parancsolatok nem ellenünkre vannak, hanem a védelmünkre vannak. És arra akartam csak felhívni a figyelmeteket, hogy ne pipált ki, hogy te nem szúrtál le késsel senkit, mert ma tömegesen figyeltek a plegyka, a susárlás, a másik háta mögött való beszéd. Ezekkel mindölni lehet hogy függető lett, hogy beszélsz a másik hátam mögött. Persze, hogy függ. Hát hagyd ott ezt a beszélgetést. Állítsd le, tereld el a szót. Hogy ne függene tőlünk? Van-e akarati döntésünk ember? Hát persze, hogy van ebben akarati döntésünk. Persze. Egész más. Én például ezzel ellen úgy védekeztem, rengetegszer jönnek oda, hogy ezt az embert ne vegyem föl, mert ez egy utolsó, és nem idézem, hogy miket mondtak róla. Másnap fölvettem az összes ilyet fölvettem. Miért? Hát mert így tudok ellene védekezni. Ezt nekem kell meggyőződjek róla. Nem mehetek bele, figyetek ma, amit az emberek elhisznek másnak a beszédéből, az megdöbbentő. Annak a fele nem igaz. A fele nem igaz. Nagyon sokszor az indulataink, az érzelmeink olyanokat mondatnak ki velünk, amik egy kicsit túlfokozottak, nem, nem fedik a valóságot. És ezért nagyon fontos, hogy, hogy megtanuljuk azt, hogy Isten számára, Istennél az élet, az élet védelme a legfontosabb, és ezért nagyon-nagyon-nagyon ezért oda kell figyelni a kritikákkal. fejejetek, nem az a módja, hogy nem kritizálunk, mert félünk, hogy ölünk, hanem az a módja, hogy jól kritizálj. Isten, hogy kritizált? úgy kritizált, hogy közben az embert nem rombantott a széjjel. Közben a jót értékelte. Péternek nem azt mondta, amikor Péter megszólalt, hogy ó, uram, ez veled nem történhet, meg nem azt mondta, hogy te sátánfatja vagy, és az is maradsz egész életedbe, hanem elismerte benne a jót, és azt mondta, hogy te Péter vagy. Figyeljetek, hogy jött ki ebből az egész buliból Péter. Péter, te, a neved, kőszikla, ugye ebből eredezteti a római katolikus egyház, hogy Péter volt az első pápa, Főleg, ha nem lehet Rómába, akkor nehéz volt római pápának legyen, de ezt nem tudjuk. Azért próbálják, az egyik az be akarja bizonyítani, hogy mindenképpen járt Rómába. A Biblia egy mondatot nem ejt arról, hogy Péter lett volna Rómába. Na innentől ezen nekem nem is tudják majd bebizonyítani, hogy járt. Mert ha, ha fontos lett volna ez, akkor a Biblia azt mondja, hogy Péter meglátogatta Pált a római börtönbe, és mit ad Isten? Pétert is letartóztatták. Nem ezt olvassuk. Ezért nagyon fontos, hogy hogy bánunk a beszédünkkel, mert a beszéd gyilkolni tud, és nézzétek, ma így gyilkolják meg egymást az emberek. Férjek a feleségüket, feleségük a férjeket, a szomszédukat, a rokonaikat, és ami nekem a legrosszabb és a legjobban fáj, hogy keresztények is rájöttek erre, hogy ez tökéletesen működik. A varázslást, amit el kéne utasítani, azt lehet használni én nagyon sokszor átéltem azt, hogy magzati pózba összezsugorodva egyik pillanatra a másikra, egyszerűen nem is tudod, hogy mi történik veled. Képzeljétek el, hogy milyen indulat az, amikor egy ember, illetve ne képzeljétek el, csak, 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 csak fusson át rajtatok egy picit, hogy egy ember úgy tud imádkozni a másik embertársáért, hogy, hogy halljon meg. Oda jött egyszer hozzám egy keresztény, és azt mondta, hogy olyan vagyok, mint a macska, se agyon ütni, és se megfogni nem lehet. És akkor nevettünk egyet. Mert ilyen szeretettel jött oda, legalábbis úgy tűnt. És megyek hazafelé, és akkor kezdek el gondolkodni, mit mondott. Hát van-e opció ennél, hogy agyon üt. És tudjátok, az idő azt mutatta, hogy igen. Tökéletes opció volt. Kézétekkel el, ebből erre építeni egy ima életet, erre építeni egy gyülekezetbe járást, erre építenet erre mondta Jézus a farizeusoknak, hogy emberek, aki most ott fekszik az idegen nőnek az ágyába, az előbb fogja felismerni az Isten, mert ti olyanra építetek, aminek semmi esélye nincsen, nem a szeretetre építitek. Miért mondta ez? Mert azt mondta, hogy aki nagyon szerette a bűnt, akinek, aki egyszer megérti, hogy meg, miért tudott az az asszony ráönteni egy évi keresetét a lábára, azért, mert megértette, hogy őt szeretik. Miért tudta az az asszony elhagyni a bűnét? Azért, mert amikor ránézett Jézusra, azt mondja, hogy mindenki. Én lennék az egyedüli, aki rádobhatta volna a követ. De én nem teszem. És mikor az asszony megértette, az asszony tudta nagyon jól, hogy mindegyikkel hált, csak Jézus nem volt az ágyában, akkor azt mondta, hogy hát ha ez nem teszi, akkor ez szeret engem. És így tudtak az emberek szeretni, hogyha megismerték a szeretetet. Nem, véletlen, nem Jézus azt mondja, hogy én vagyok a, Isten maga a szeretet. Úgyhogy az indulatokat kezdjetek el szeretett cselekedeteket tenni. Pici aprót. Ha nem tudtál mosolyogni, akkor próbálj meg. Egy gyengébet, így a bajszod alatt. Én például, nagyon, akinek ilyen vastag bajsza van, most ha hadd mondjak egy példát, én a kövér Lászlót egyetlen egyszer láttam életemben mosolyogni. És megmondom őszintén, nem szimpatikus nekem ez az ember, de akkor örültem neki, mondom, é, de jó ég, ez ilyet tud. És tudjátok, mikor láttam, mikor volt egy időszak, hogy levágta a bajszát. És mondtam is, hogy milyen előnyös lenne, ha a levágna a Hát lehet, hogy ezt tud mosolyogni ez az ember. Kezd el apróba, mert mit mond a Biblia, aki kicsin hű, a sokra bizatik. Ez nem így indul, hogy ó, oh, gyertek a keblemre, mindenkit szeretek. Ez nem így indul. Ez úgy indul, hogy valaki beszól neked, és a következő héten hozol neki egy almáspitét. Remélem, tele lesz almás pitével jövét. <laughs> Hozzatok már egyet, ha hoztok ide a pulpitusba is, mert kérek, annyira nagy a megbocsátás, hogy elfogy. <laughs> Viccet félretéve, kezd el így, apró picibe. Beszól valaki a munkáján, másnap segíts neki. Látod, hogy elakadt a munkájába, menj oda, segíts neki. Ne úgy hogy na most elakadtál, rohagy meg, most aztán csak időkérdése. És megpusztulsz. Ne így, hanem segíts neki. Tudjátok, három megnyilvánulásom, ezt még gyorsan elmondom. Az egyik az, amikor nyíltan mész és utálod. Ez a legbecsületesebb, mert látják, hogy utálod. A másik, amikor hagyott tönkre menni. És van egy harmadik, amikor minden áron meg akarod menteni, segíteni akarsz neki. Hány ilyen életézés fut át rajtunk, hogy van egy riválisod, és az nehéz helyzetbe kerül, és akkor nézed, nézed, érzed, hogy ott kiabál segítségesről? ah, ne, 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 csak fuldokoljál. ússzá, ússzá, Itt van egy üllő. Jaj, bocs, nem az úszogom, itt dobtam be az üllőt, és akkor az lehúzza a mélyére. Ne csináljátok ilyet. Ilyen apró cselekedetekkel el lehet kezdeni. Innen indul minden, ilyen apró piciből. És aki kicsin hű, a sokra bizetik.